Jó estét kívánok mindenkinek! 5:30 előbb kezdünk, mert előbb végzünk. Megváltós pólóba, sziasztok, sziasztok, köszönöm, hogy itt vagytok. Megváltós pólók ott vannak a leírásban, aki esetleg kedvet kapott hozzá. Köszönöm, hello, hogy itt hello. Vagytok. Van-e értesítésünk? Fogalmam sincs. Majd kiderül nem sokára. Majd mutatok nektek valamit. Itt élő adás közben. Hello, hello, hello! Tegnapi galiba után nem tudjuk, mi fog történni. Majd kiderül. Hello, hello, Bende TV. Szia, Laci. Szia, István. Nem tudok majd ilyen gyorsan olvasni. Értesítés nem biztos, hogy volt. Hello, Kitty. Szia, Gábor. Szia, Halnál meg. Az már név. Hello, sziasztok! Volt-e értesítés, nézők? Sziasztok! Kedves Misi, a leírásban ott az e-mail címem ezzel kapcsolatban. Sziasztok, sziasztok! Ja, várjátok, meg kell, Discordra főmegyek. Hello, hello, hello! Hello, hello, volt értesítés. Szuper, szuper, örülök neki. Nem biztos, hogy 5:30-ra, 5:60, ugye? Nem volt nekem értesítés. Rátoltuk a kabátra. Arra mindig rátoljuk! Rátoltuk a kabátra! Sziasztok, sziasztok! Nyertél az új kaparóson! Gratulálok, Bianca! Szia, Sabina! Köszönöm, Kitty! Megváltós póló! Megváltós póló! Úgyhogy ebben nyomom, máma! Mit szóltok hozzá? Miért ilyen korán kezdődik? Előbb végződik. Gyengaliba volt tegnap, Máté? Hát itt a rablással kapcsolatban. Nem tudom, hogy itt voltál-e. A tegnapi rablás nem úgy sikerült. A pénz megvan, viszont a tárgyalás egy kicsit... vészes. Be van kapcsolva Mr. NBDTM 5 percesre. Sziasztok! Senki nem számított arra, hogy most lesz live, pedig tegnap amúgy szóltam, de bízunk benne, hogy a YouTube ki fogja küldeni az értesítést. Sziasztok! Sziasztok, sziasztok! Köszönöm a 32 lájkot, várunk a többiekre, jó? Nem tudom, Bazsi, most itt megy a történet, legyél kemény, rendben Alexandra. Kemény leszek! Mint a kátszéle. Hello, hello! Sziasztok! Örülök, hogy itt vagytok. Ahogy Tony mondaná, egész nap ezt vártam, örülök, Balázs. Jól vagyok, köszönöm. Megjött a megváltós póló, örülök, Marce. Nagyon-nagyon örülök. Jaj, hát nehogy ma ide hányjak már. Jó, hogy észrevettem. Ugye, Alex, a versenyezőnk, én is szerelmes lettem Homisban. Homisban mindenki! Itt van. Köszi, köszi, köszi. Köszönöm, Pityesz! Szia, Pityesz, 8:45-ig terveztem lenni máma, Pityesz, drága barátom. Köszönöm a támogatást. Szia, Fanni. A tegnapi galiba az a rablás volt. Meddig leszel ma? Szia, Balázs. Sziasztok. Köszönöm, Misi. Jól esik, hogy így gondolod. Nyomozás lesz majd. Igen, mondta Komi, hogy folytatjuk majd a nyomozást. Csak ő elég sűrű a programja. Aztán majd, ha ráír, akkor lesz, jó? Oké? De ígérjük nektek, hogy lesz. Tegnap kis... Semmi baj, Lintóba. Semmi baj. Úgyse használom fel, úgyhogy semmi probléma nincs ebből. Na most küldte ki az értesítés. Sziasztok! Jó lett a mai videó. Köszönöm a 100 lájkot, sziasztok! Jó napom volt a rendőrsége, nem tudom, láttátok-e a videót. Meleg van nálunk, így van, Zoli. Sziasztok! Azt a hamis, nyomjad a közbunkát. Sziasztok! Előbb kezdtünk, így van, mert előbb végzünk, jó? Oké, és el kell utaznom, mivel a haveromnak a tanúja leszek, azt ilyen adatokat kell egyeztetnünk, meg be kell vennem bajára, meg ilyenek. Láttuk, te részegvadállat. Mik fognak ma történni? Elírtam? Lehet, lehet, amúgy nem vagyok a szavak embere. Szia, Noémi! Nem hoztam el Geri a szemüveget, nem hozhattam el. Abba erpéznék, az azért durva lenne. Házasság lesz, igen, az egyik jó barátom, gyerekkori barátom fog házasodni. Köszi, Kitty, lassacsa ennek az emek, megy az, így van, köszönöm, Kitty, nagyon kedves vagy. Köszönöm szépen a támogatást, ez élő, így van. Lassacskán jönnek az emberek, megy az értesítés. Köszönöm, rossz a maszkom. Ne bánts már maszkomat, állat. Köszönöm, Újhelyi Bence, a támogatást, tehát a kezdő donét előtt kell nem bírni. Köszönöm, köszönöm. Értesítés nem mindenki kapott sajnos. Nagy az orrod, köszönöm. Köszönöm. El tudom érni a nyelvemmel.
Igen, igen, Kristóf, pontosan, ahogy mondod. Köszönöm, Erik Kopcsó Bányai, az egy, mindegy donétet. Mindegy donét, hihetetlen vagy. Hihetetlen vagy, nem írtam el, szerintem se Bálint. Fortnite, nem donét tudom. Érkezett, ezt nem hiszem. Kedvenc videós, köszönöm, jött értesítés, köszönöm. Homis, hát ahogy, ahogy kijössz a közmunkából, drága barátom. Köszi Jani, 418 forintot, köszönöm Tracy a 249 forintot, Ádám Keller, üdvözlünk a második hónapban, hihetetlenek vagytok. Hihetetlenek vagytok. Így van, Bekecs, látom a jelvényedet, neked is nagyon hálás vagyok a harmadik havi tagságodért. Hogy van a szeremet? Jól van, köszönöm szépen. Dani, te állat, köszi. Ruhát nem akarok cserélni. Nem akarok cserélni. Miért cseréljek ruhát? Megjött a dedikáló kártya. Szuper, örülök, hogy megérkezett. Az ország másik... De mindegy, honnan néztek a dedikáló kártyát, elpostázom amúgy. VLS4-re megyünk. Nekem nem jó az a YouTube. Most vannak ilyen problémák. A YouTube már be van állva 6 órára. Úgyhogy az időpénz, így van Norbi. Köszönöm. Nem ér rá, komi srácok, lányok. Nagyon sok dolga van. Szólni fogunk, hogyha tudunk tovább. Semmi bal, Zsombor, köszönöm. Donétálni nem csak tagok tudnak. Igyekszünk, jó? Csak tényleg sok dolga van kominak. Igyekezni fogunk ezt is folytatni. Jó? Egyszerre azt hiszem csak 100 000-et lehet Ricsi donétálni. 1 000 000-t nem. De országonként ez eltérő amúgy. Ez most, én most leszek fagyizni, Zoli, jó fagyizást. Köszi Tracy, kedves vagy. Nyomjatok egy lájkot, Flagbapával lájkvadász vagyok, ha itt vagytok. Reméljük ma izgalmasabb lesz. Volt csapat megbeszélés máma. Bishop elmondta, amit szeretett volna. Úgyhogy most megyek vissza. Na, király, csáó Bazsi, jó játék volt. Mikor lesz vizes, azt nem tudom. Holnap ő, tudjátok milyen videó lesz? Típusos videó. Méghozzá gamerek típusai. Úgyhogy remélem várjátok. Vasárnap pedig kaparós sorsjegyes videó. Köszi, Erik! Neked mindegy! Nekem is mindegy! Kedves vagy. Köszi. Hamarosan lesz. Így van, nekem is ezt mondta Komi, csak nem tudjuk, hogy mikor tudjuk ezt folytatni. Ezt nem hiszem el. Teljesen nagyon izgalmas. Remélem ma jó rész lesz. Így van, így van. Ma nekem mindegy. Azért, na, én, mert 4-9-ig tudok maradni, mivel mennem kell az egyik barátomhoz, mert én leszek a tanúja Viktor barátomnak, és akkor adatokat egyeztetünk, minden megbeszéljük egy sör mellett, hogy mi a helyzet, értitek a dolgokat. Mert nem kell bajára. Ma Kalocsán voltam, remélem láttátok a videót. Szerelem a szívembe, tök jó, tök jó. Mikor csapat szét a tége? Lesz majd tagfelvétel majd, nem sokára. Azt tudom, hogy Tomást elkapták, de hát nem tudom, hogy mi volt, mi nem, ezt majd DC elmondják. 7-ből 1 nyert, tényleg Bekecsén 10-et vettem, kíváncsi leszek, hogy nyerni fogok-e. Az hogy jövöl haza? Ott alszok. Ott alszok. A Viktor mellett, nem? Tudod, ott, ha ott leszek, akkor fogok sört inni. Ott alszok, gyerekek, hónap jövök haza. Holnap lesz live, igen. Vasárnap is lesz live. Helyes, Homis, helyes. Nyomjátok csak a közmunkát, rátok fél egy kicsikét. Sziasztok! Csak a másik mondta, hogy most jöttem, örülök. Küldök csomag... Igen, videóban nyitom ki a csomagokat, igen. Tegnap a rendőrök vagy emberi voltak a hibások. Nem tudom, igazából sem, nekem ebből semmi baj nincsen. Csak nekem egyetlen egy problémám volt tegnap, hogy várni kellett, és nem csináltunk semmit, és ti is egy óráig csak vártatok. És ez volt, nem az, hogy valaki béna vagy hibázik, mert hát ez előfordul ugye mindenkivel. Köszönöm Lakatos Barnabásnak a 400 forintos támogatást, hálás vagyok érte. Nem lesz tagcset, amíg tudtok ügyesen kommentelgetni, addig nem lesz tagcset. Jó, oké, és nem szeretném beállítani, csak tiszteljük a másikat, tiszteljük a moderátorokat, szépen beszéljünk egymással, és akkor nem lesz ebből probléma. Köszönöm Bálint. Vasárnap lesz a sorsjegyes videó. Igen Robi, igen, ma hamarabb kezdtünk. Időben ide tudnak érni, aki szeretne. Donét érkezett, ezt nem mindjárt hiszem el. Teljesen 400 like, köszönöm szépen.
Hello, hello! Holnap lesz live, lesz igen. Most nem tettem ki Instára, hogy mikor lesz live, mivel én tegnap elmondtam, azt hittem, hogy tudni fogjátok, de ugye nem mindenki hallotta. Ja igen, megváltós póló, szép. Itt a megváltós póló, nagyon-nagyon vagány. Leírásba lehet rendelni. Bocsánat, hogyha idehánynék. Igen, igen, igen. Menni a pólom, köszönöm, leírásba ott van, köszönöm a 400 lájkot. Köszönöm, hogy itt vagytok, így van Veronika. Szia Dávid! Mennyit kaptunk a rablási? Állítólag, Boni, 30 millió van. Állítólag, a boltból nem jött pénz, de a túszokért 30 millió van áll, és megvan a pénz. Állítólag. Most, hogy ebben mi igaz, azt nem tudom. Azt fogalmam sincs. Nem tudom, Homis, pár embertől el kellett búcsúznunk amúgy a megváltókból. Itt a mai megbeszélésen. Megkerestek az öreget, lesz majd nyomozás, igen. Nem István, még nemrég kezdtünk, mire gyűjtünk. Audira. Képzeljétek el, ma a rendőrautó, amibe ültem. Megvan amúgy a besugó, az Instagramomon meg tudjátok nézni, Nazdani0411. Az új képemen láthatjátok, hogy ki a besugó amúgy. Nagyon durva, csalódni fogtok szerintem. Audiba ültem máma. Audi rendőrautóba. Vadállat volt. Nagyon nagy kértem, hogy hadd már képet, hogy flexeljek egy kicsit. Ja. Mondd már meg, kérlek. Mit mondjak meg? Mit mondjak meg? Ja, hogy mi, ki az? Ja, nézzétek meg Instagramon. Nazdani0411. Az Instagram is ott van. Ott van. Majdnem kicékáztak. Ne azt az utolsó képet nézzétek meg. Köszi, köszi. Martin, a tagsághoz a 30 ezreshez tudok aláírt cuccokat küldeni, 16 ezreshez bögrét, és így tovább. Kitől lehet kell... Ja, hogy kitől kellett búcsúzni? Ja, nem tudom, még nekem nem szóltak. Most már egy kicsit szigorítunk a korhatáron is. Kicsit szigorítani fogunk a korhatáron. Nálam nincs ott. Köszi Roland, szia Roland, köszönöm a támogatást. Nekem nincs Instám. Szia Dávid, hello, hello. Kitől kellett elbúcsúzni? Nem tudom, Ádikám, még én sem bontam. Csukd be az ajtót, kérlek szépen. Tomáshoz lebutott azt. Jó, oké, de ne kommentelj, mert mindig megijesztesz. De mikor kezdtem? Mindjárt kezdődik. Mácsém is lesz. Kezdjük, srácok, megyünk fel a szerverre. Már ennyi, bejön öcsém, lecsesz. Itt erről van szó, nincs másról szó. Az Insta képeden nem találom ki a besugó. Ricsi, nézd meg jobban azt a képet. Csak viccelek. A rendőrautóba ülök, viccelek. Jó reggelt. Ez csak egy vicc volt. Na, nézzük. Én se találom a képen. Hát ki ül a rendőrautóba, szerintetek? Szemere Matyika. Ezt nem hiszem el. Teljesen ki vagyok borúba, lesz mit enni. Ennyi. Hello, hello. Az rendőrségi kép. Hát igen, ennyi. Azt hittem leesik. Azt hittem leesik. Köszönöm Máté a 200 forintos támogatást. Kedves vagy. Na megyünk föl, már indítjuk a Five-emet, jó? Oké, nyomjatok addig egy lájkot, flagbapával lájkodászoljuk. Aki tag lesz, 2 darab dedikáló kártyát kap. Kevin, előbb el kell mennem, mert esküvői tanul leszek, azt itt vadállatoskodok. Donét érkezett, ezt nem hiszem el. Teljesen köszi. Ki vagyok borúval. Neked leesett? Nem. Örülök. Lekapcsolt Jussu kalocsán. Elkaptak. Nem, én ütem a vezetői ülésbe. Nem, számomra ez nagyon nagy megtiszteltetés volt ez a mai nap. Na, nincs kint Isten, de Matrix, ott van az. Na, és megmutatom, köszönöm Vanda a támogatást, megmutassam Homis barátját. Úgy is közmunkázik. Itt van Homis. És itt a rendőrke. Ezt kaptam ajándékba. Szia Homis, most sajnos közmunkára kell tennünk. Vigyázzál, mert megfejellek. Vigyázzál, Homis, te állat! Te állat! Nagyon cuki. Homis, ő csukott le téged. Jó, okés? Ő csukott le. Sajnos. Köszönöm, Erik! Kötelező a túsz. Nekem igen, jó. Úgyhogy ilyen durva dolgok vannak. Ezt kaptam ajándékba. Tök boldog voltam. Ú, listen! Homis karakterét imádjuk. Már cseng a fületek, hogy úristen, mint egy kisfiú. Na most már nem crash-elünk amúgy, remélem örültök.
Jó volt kalocsán, így van. Mai videót nézzétek meg. Ki a besugó? Donét, a mai Insta képem alapján én. Teljesen ki vagyok borúva, lesz mit enni. Na nézzük, mire számítsunk máma amúgy. Szerinted jobb így, hogy kötelező a túz, nekem jó. Kötelező a túz, így jobb, jobb. Utána is lehet darálni amúgy. Insta képet, fönt van a Facebook oldalon is, Dávid. Jaj! Be vagyok már megirúgva. Na, srácok, lennek, van fegyőrünk? Nem, mert meghaltunk. Telefonunk sincs. Bakker kulcs. Így nehezen fogunk boldogulni egy kicsit. Meg jó, hogy van itt egy public. El kell mennünk a plázába. Húha! Ú, gyerekek, hát tényleg ez az öltözék. Lehet, hogy át kellene öltözünk, mert ez nagyon durva. De bármibe öltözök, nem lesz jó, tudom. Köszönjük, okés. Oda megyünk a fő publichoz. Elzillünk valami autóval. Köszönöm. Na nézzük! Nézzük, mire számíthatunk. Máma! Megérkeztek? Na, örülök Máté. Bármi már beöltözzek. Várjatok, be kell kapcsolnom. Ebbe kell, így van, ebbe kell bekapcsolni. Szuper. Szuper. Na hát itt mi van már? Új, olyan nagy hangzavar van. Na kérjétek a kocsit, fiúk. Mert ez így nem lesz jó. Lanapot. Nem szólunk hozzá. Most ilyen flagmák vagyunk. Nem fogunk beszélgetni. Nem fogunk beszélgetni vele. Uraim, de hát egy kérdésem. Uraim. Már is húzok innen. Uraim, egy kicsit. Menjünk, mi? Én már ide, de honnan tudják, hogy én vagyok? Na, be kell állítani a plázát, hogy hol vagyunk. Szimkártya aktiválása. Ú, de királyok vagytok, köszönöm. Viszont telefont kell vennünk először. Úgyhogy a plázába fogunk menni. Jó. Pláza, te állat! Jó, megyünk. Köszi. Máté, érkeznie kell majd minél előbb. Köszönöm, hogy itt vagytok. Köszönöm a kezdő támogatásokat, tagságokat. Kedvesek vagytok. Tényleg itt, na, de lehet, csak azt is hamar fő. Legyünk olyan ruhában, mint Bishop. Az mondjuk nem hülyeség. Ki kell mennem majd a területünkre, csak kell vásárolni. Megjött a dedikáló kártya, örülök neki. Köszönöm, hogy itt vagytok, korábban kezdtünk. Ne haragudjatok, ma előbb kell végeznem. Megnézzük srácok majd. Jajaj, úristen! Ment. Meg kell venni itt a dolgokat, mert telefon nélkül nem tudunk boldogulni. Jó. Ez a kiárat, de mi nem szórakozunk. A való életben ilyet megcsinálnánk, az azért durva lenne. Látná rendőr, akkor jönne a bírság. Köszönöm, Nemesánszki Ádám, ideje, hogy én is elkérjek támogatást. Nagyon köszönöm, Ádám, nagyon kedves vagy, köszönöm a támogatásodat. Na, nézzük, szálljunk ki. Nyomjatok egy lájkot, ha tetszik a lájk. Itt lehet levenni pénzt, chat? Itt lehet levenni pénzt? Ó, el kell mennünk pénzé. Nem hiszem el, teljesen. El kell mennünk pénzé. Jó, még nem is zártam le. Jó volt a videó, köszönöm szépen. Én is elkezdjelek támogatni. Ott a bírság is. Jó, veszünk le egy kis pénzt, mert ez így nem állapot. Na már meghúzzuk egy kicsit. Már meghúztuk, rátoltuk a kabátra. De jó megy ez a lamba. Ezt hamistól kaptuk amúgy, chat. De amúgy elég durva amúgy. Itt a bankosztori. Jó. Leállítjuk a gépet. Jó, mindegy, eljöttünk. Nem, most nemrég keltem és nagyon keveset aludtam, mert hajnali 2-ig fönn voltam és 8-kor keltem. Az az igazság, az ilyen karikás a szemeim. Ja, na, de általában mindig ilyen pénzkivétele. Mennyit vegyünk ki? 1 milliót. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kiveszünk 1 milliót, hogy legyen nálunk amúgy. Nem töröm össze. Ez szép autó amúgy. Tetszik nekem ez az autó. Na, beizzítjuk. Visszamegyünk a plázába.
szerelmemtől kaptuk ezt. Jó, most közlekedünk normálisan, jó? Oké, és... Aztá! Hát megijednek ettől a hangtól! Itt az emberek. Jó... Jó napot! Ma 8:45-ig. Ú, rá, túltoltuk. Túltoltuk. Nehogy jöjjön valami vadállat ma, és itt belénk ütközzön. Nagyon csöndes a város, amúgy mondjuk ott a publicnál voltak vagy 80 000-en. Porsét, nem tudom lekérni valamilyen a Porsét. Nem tudom, most vagy kivették, vagy nem tudom, hogy mi a helyzet. Fogalmam sincs. Tisztel, fokozott, na hát a... Ez hihetetlen. Hihetetlen. Fokozott ellenőrzés, várjátok, nézzük meg, hogy hányan vannak ezek az állatok. Jó. Információ. 3 darab NVSS és 2 rendőr, és fokozott ellenőrzést csinálnak 3-an ezek a vadállatok. Az, hogy az durva. Várjatok már. Srácok, mi történt? Hát megy a játék, de nem tudom. Nem tudok semmit se nyomni. Mi a helyzet? De... Nem fagytunk ki. De miért csinálja ezt most? Az escape-et se tudom megnyomni, ilyenkor mi van, chat? Pedig nem fagytunk ki, látjátok. Most se jó. Köszönöm. Jó. Most se jó, nem tudom mi van, de nem fagytam ki. Ah, resizek egyet akkor. Köszi szépen. Relogolni kell? Jó, köszönöm, Slady. Köszönöm. Jó, oké, ez ilyen. De már nem fagyunk ki. Resizni kell. Oké, köszönöm szépen. Bilincs van. Nem bilincs van rajtam. Csak resi segít. Oké, köszönöm. Köszönöm az adminnak is a segítséget. Köszönöm a támogatást, köszönöm mindent, köszönök. Ezt gyorsan elmondtam, ugye? F8. Jó. Connectelünk. Connectelünk. Vissza. Na, veszünk egy telefont, utána elmegyünk a terep oda a többiekhez, hogy mi a helyzet. Hogy haltál meg? Tegnap kilőttek. Nem, ha bilincs lett volna rajtam, nem tudtam oda az inventorit megnyitni. Azt ennyi. Azt hittem 6-kor lesz. Tegnap mondtam, figyeljetek a live-ba elhangzott dolgokra. Szia, Benny! Köszönöm szépen, Áron. Jobbulást. Jó volt a futás. Csak 3,5 km futás lett az 5 kilométerből. Egy kicsit elfáradtunk. Egyik haverommal mentem futni. Nem lesz ott a Lambó. Az még nagyon jó. Örülök, Ildikó, hogy megérkezett. Itt a megváltós póló. Nagyon-nagyon szuper. Nagyon szeretjük. Tudom, hogy ezt előre fejlődik. Én nem is fogom. Öltözzek ki, sárt! Azt mondjátok, hogy öltözzek is. Tényleg nincs itt a Lambó. De itt van a Lambó. De miért törték ki az üvegét? Miért törték ki? Hihetetlen. Szia, Josie, minden oké. Okay. Jó. Bánítások. Nem ebbe kell. Jó. Szuper. Be kell kapcsolni. Szeretem látni az ID-ket amúgy. Pénzem is megmaradt. Nagyon szuper. Kilőtték a vezető. Instára azt mondja. Az tegnapi, Niki. Az tegnapi. Hú, itt van valaki. Jó napot kívánok. Egy iPhone 5S-t kérek szépen, ha még árulnak. Ó, mit? Megnézem. Szabbil szolgál ki! Van, uram? Pontokat. Ú, köszönöm szépen, mivel tartozom? Más semmivel. Köszönöm, ez nagyon jó vásárlás volt. Minden jót, uram. Magának is. Ennyi. Sziasztok, hamarabb kezdődött. Ja, aktiválni kell a kártyát. Ú, de királyok vagytok. Gyerekek, itt ennyi. Ennyi, kiszúg át az admin. Hatalmas formák ezek az admin. Hello, Aurélio, te itt vagy? Most jöttem simkártyát venni, mert hát a telefon meg azán akar működni. Na, jó van, hát vegyi, akkor megvárlak, jó? Ja, jó, oké. Van itt valaki még a várban rajtad kívül? Persze, itt van a szlávájék is. Jó, szuper, átöltözök és akkor mehetünk oda, jó? Jó, oké. Csak megvárlak. Jó, rendben.
18 lett, azt hiszem, igen, homis. De vannak vannak kivételek, csak tényleg kell hozni egy olyan szabályt itt a frakcióba, hogy tényleg... akinek már van tapasztalata, meg érti az ilyen lényeget, tudjátok? Szóval előre is jó út az a bajára, köszönöm, Bence. Köszönöm, hogy itt vagytok, javítok egy lájkot, ha tetszek! A szép karikás szemeim. Te hallod, ez gyors volt. Végeztem. Megyek utánad, jó? Egy ruhaboltba menjünk. Jó, oké. Gyorsan álltok. Valaki hív. Hello! Hello! Pali, te vagy, ugye? Igen, kivel beszélek? Szia. Kalányos Angelóval. Tudod, még a főnökkel volt egyszer egy kis problémám. Húha, várjál, most nekem nem ugrik be. Fönn a pucérfalunál. Igen, pucérfalu. Az mik? Jó rég volt akkor. Jó rég volt. Aha. Tudod, mikor leszült, a többiek azt mondták. Csak kórházba kerültem. Fú, erre már nem nagyon emlékszek. Ha mi újság? Még kerestél? Jó, igen. Mindegy, figyelj, te kuadtam meg a számodat. Igen. Aztán hallottam, hogy lehet, hogy szükségetek lesz majd egy-két vízipisztolyra. Az nagyon jó jönne, így van. Tudtok jó áron beszerezni? Aha, én tudok. Meg van egy srác még velem, akivel egy üzletben vagyunk. Úgyhogy majd ez miatt valamik össze kéne fognunk. Jó, mikor és milyen fegyvereket tudtok hozni nekünk? Hát szerintem igazából nagyjából mi kell, szerintem van. MK2-k vannak nagy részt, meg Revolver van most pár darab. Figyelj, akkor kellene mindenből egy ilyen 100 millió értékbe tudná nekem leszállítani fegyvereket? Aha, hát figyelj, MK2-ket ilyen 15 körül szoktuk dobálni, az neked jó. Az 12-be? 15. Ja, 15, bocsánat. Az nagyon jó árba van. Jó, oké. Revok 12, a Revo. Itt vagy? Aha, hallasz? Aha, Revo, oké. Revo 12, mi kellhet még? Hát, KSC van 8-ba, KSC. Ha ez a kettő, de annyi, hogy ez lőszerrel együtt? Persze. Aha, szuper. Teliter. Jó, oké. Akkor Revo, meg akkor az MK2-es M4 kellene, jó? M4 meg Revo. Jó, és akkor 100 millió kb? Aha, hát akkor 4-4, ha kijön belőle. Azt hiszem. Hát durván. Ja, szerintem annyi kijön. Ja. Figyelj, jó, nem baj, ha egy kicsit több. Szükségünk van rá. Jó, oké. Jó, akkor elmentem a számodat, és akkor, hogyha megvannak, szólsz, létszi. Hát figyelj, oda tudom vinni, ahova mondod, szerintem egy 10 perc múlva. Az nagyon jó, akkor veszek is le pénzt, meg azt akarom mondani, hogy mellény az milyen árba tudnám, mert mellényünk sosincs. Hát a mellénynek most nagyon felment az ára, azt tudod, hogy 2-8-ba kraftolják. Azta, ilyen drága lett? Hát annyiba kraftolják, hát most mit tényleg 2 körül tudok vinni, csak az a baj, hogy nagyon sok meló van bele. Aha. De most egyesével kell bevinni a izébe, csomagtartóba. Aha. Jó, figyelj, az biztos, hogy csak később tudom. Jó, az semmi baj, elég lenne akkor a fegyverek, hogyha ma meg tudnád szerezni őket, az király lenne. Jó van, figyelj, akkor egy izén múlva, egy, mit tudom én, 20 perc múlva hívlak. Jó. Úgyis a izétek az nem változott radiszállásra. Hát, az már nagyon változott. Az már nem a régi, ahol te tudod. Akkor hol találkozunk? Csillagvizsgáló? Vagy hol van most nektek az úr? Legyen a kupola, jó? Oda fogunk menni jó. A csapattal. Nem tudom, ti hányan fogtok jönni? Hát én figyelj, megmondom neked őszintén, hogy is ismersz. Kontis vagyok, úgyhogy szerintem egyedül megyek. Jó, oké, persze, hát a bizalom az 100%, te is tudod. Meg kellenek persze. Nekem a fegyverek. Jó, oké, akkor ha hívsz és megvannak a fegyverek, akkor megyünk is oda. Jó van, oké. Oké, köszi szépen. Hozzatok valami olyan autót, amiben belefér akkor a körülbelül 8 fegyver. Jó, oké, nagyon szuper. Okay. Rendben. Oké, köszi, csá. Ciao. Na, elmentem. Ki volt ez? Kalányos? Kalányos, várjatok. Aurélia, hogy az öltözködés kicsit más, hogy másmikorra hagyjuk, megyünk a bázisra, mert fegyvereket fogunk venni majd, jó? Ja, oké. Pillanat, csak elmentek egy telefonszámot. Köszönöm. Jó, várjatok. Hogy mutatkozott be, Kalányos? Ez egy állat. Jó. 39-38. 5. Bocsánat, ha ide hagynék. Bajon ember. Igen. Semmi baj, Bence, köszönöm. Kalányos. Fegyveres. Kedves.
Kalányos fegyver, regisztrálom. Jó, oké, megvan. Na, akkor mehetünk Aurélió oda. Na, megyek utánad, jó? Jó. Köszönöm, hogy itt vagytok. Kalányos Angéla, azt mondta. Várjatok, nem tud. Jó, Aurélióval kell mennem. Aurélió! Veled kell mennem, mert lezártam, azt elveszett a kulcs. Ezt, de már kitörték az ablakot amúgy. Hihetetlen. Bekötöm magam, mert te egy állat vagy. Hát. Hello! Köszönjük, hogy itt vagytok. Köszönöm a támogatást, tagságot, lájkot. Aki ma tag lesz, 2 dedikáló kártyát kap. Jön, mint egy pitbull. Ilyen motoros kis aranyos, nem? Zsombor Gameplay! Üdvözlünk a csatorna szponzorai között. E-mail címet kérek szépen. Bamba, de megyünk majd Máté csak odafele. Majd ott, ha lesz védelmem, tudod? Ha lesz védelmem. Mi kijövünk majd a bankhoz. Köszönöm a tagságot, kedvesek vagytok. Nem lesz tagcset, nem lesz tagcset. Ha tudtok ügyesen kommentelgetni, nem lesz tagcset, jó? Kalaharit fogom vinni, így van. A Kalaharit fogom vinni, igen, igen. Riki azóta mentős, Riki nagyon jó mentőzik. Köszönöm Zsombor, küldi Niki nekem az e-mail címedet és live után felveszem veled a kapcsolatot. Te egy szar vagy, írj azt Bence. Köszönöm Bence. A profilképedből 10 éves lehet, azért nem haragszok rá, drága barátom. Itt vannak, lehet, hogy csak ennyien maradtunk. Ha, itt vannak a kis cukorkák. Itt vannak a kis cukorkák. Megjöttünk fölnek. Köszönöm a fuvart, Aurélio. Szép munka. Nagyon szívesen. Nem jöttem. A B betűt is benyomtam. Jó, oké. Úgyis kell nekem fegyver, lesz egy MK2-esem, meg egy revóm. Úgyhogy itt most 100 milliót beleteszek itt a közösbe. Úgyhogy kemény lesz. Hajrá, hajrá, hajrá. Szép napot! Szép napot, Szláva! Hello, szia Tomás, szia Toni! Jó napot! Sziasztok, fiúk! Mi újság? Megérkeztem, a kórházba ébredtem tegnap, aztán most vettem egy telefont. Na, én majd mesélek egy-kettőt, hallod. Jó, fiúk, az az igazság, hogy most egy 20 perc múlva fognak hívni engem, és megyünk a kupolához. Egy, mindegy, a nagy a barátok, a szövetségnek egyik embere fog nekünk fegyvereket leszállítani. Körülbelül 100 milliótért én fogok venni 4 revót és 4 MK2-es M4-et. Védelemre van szükségem, hogy a bankba ugye kivegyem ezt a sok pénzt, és a Kalaharival fogok én menni, jó? Amiben a fegyvereket fogjuk elszállítani. Rendben. Úgyhogy ez lesz ma az első akciónk. Mert kell, kell fegyver, nekem most nincs is nálam, amúgy nem is tudom hova tűnt. Úgyhogy kellenek fegyverek, látom azért valakin van, de valakinek nincsenek fegyverei. Úgyhogy ezt fogjuk intézni. Jelentést kérek szépen. Bocsánat, főnök. Jó, figyelj, én kezdem akkor. Van egy rossz hír. Hát az nagyon jó. Azaz kettő, bocsánat. Tegnap este elkaptak a rendőrök. A rablás után. De miért mi raboltunk? Ja, hát tényleg. Hát a Tony is mondta ott. És képzeld el, elmentünk. Lelőtték kettő a helikoptert. Zsombor. Téged kilőttek a helikopterből, ahogy láttam. Igen. Elkezdtél zuhanni. Aztán... Aztán a nagy arénához szépen le tudtam tenni a helikopter, de már nagyon pittyogott a helikopter. Mondom, basszus, itt felrobban a helikopter és meghalunk. De le tudtál szállni akkor? Le tudtam szállni nyugodtan. Gyorsan bemenekültem oda, ahol volt a szülinapod neked. Igen. Tartva. Aztán ott megadtam magamat, mert nem volt nálam semmi, csak egy kis kés. Bakker. Miket kérdeztek? Bevittek? Hát, bevittek és akkor kérdezték, hogy hát mi a neve, mondom Lakatos Ármándó a neve. Meg hogy mi a főnököm neve, mondom Balázs Arnold a főnök neve. Meg ilyen süket dumákat. Tehát jó, jó ki lették képezve ilyen szempontból. Aztán meg kérdeztek, milyen bandába tartozok, mondom a kártelos bandába tartozok. Ennyi. Akkor sikerült megtéveszteni őket. Igen. És milyen kiderítették, hogy mi a nevem. Hogy mert derítették házkutatást ki? Kiadtak. Megnézték a házamat, és az összes autómat átnézték. Volt 4 autóm, azt átnézték mind a 4-et. És a rendszám alapján kiterítették, hallod. Bakker, az azért nagyon kemény. De mindegy, annyira nem vészes, szóval meg tudtam jó, menekülni. Jó, de így biztos rajtad lesznek. De milyen büntetést kaptál? Ja, hát, egy kis közmunka, megcsináltam aztán. Megcsináltad, jó van, szép munka. Toni? Második, rossz hír megvárjál.
Jaj! Három emberünk távozott a bandából. Ezt akartam én mondani. Melyik az a három? Mondd csak. Todip, melyik az a három emberünk? Köszi Bogi, semmiről. Stagy, hál' Istennek. Igen. Nagyon nem szerettem a kocsi vásárlásai miatt. Nem, nagyon sokat költött autókra. Hát figyelj, addig jó, még azokra nem nőkre, érted? Hát jó, csak mi egész napig gályázunk a fegyókért, tudod, nekem ez az egyes fájt nagyon. Bocsánat, igen, ez igaz. Kint hallottak valamit a fiúk elvileg. Hát ez tök nem elmondom gyors, úgyhogy három személy távozott, Stagy, William, meg... Lemaradtam valamiről. Jack. Igen. A tegnapi akció miatt, úgyhogy ez a jelenlévőknek is szól, hogy most már ilyen akciók után, ha valaki úgy vállaljon be valamit, hogyha 100%-osan tudja, ha nem, akkor ne forduljon ezzel többet. Ez az egyik rossz hír, nekem viszont nagyon jó hírem is. Ez az? Ha van kedved, ez a akciód után értelemszerűen, én tanácsolnám, meg itt a fiúkkal beszéltük, szeretnénk egy csapatépítő délután tartani, vagy estét, de ugye egyre kevesebben vagyunk, és egy kicsit el kell menjünk, kicsit, mit tudom én, majd egy-két helyre elmegyünk. Jó, ez tetszik. Terveztük itt a fiúkkal, hogyha benne vagy, hogy elmegyünk el arra a jaktra, tudod, néztük, igen, és voltunk még ott. Azt egy kicsit ott elnézelődünk, megnézzük, hogy mi van, meg persze összekötjük a kellemest a hasznossal, megnézzük, hogy rablásügyileg mi a helyzet ott. Jó, ez nagyon tetszik, szép munka, fiúk. Úgyhogy megcsináljuk a melódat, profint, és akkor utána, hogyha beleegyezel, akkor elmegyünk egy ilyen kis pörire. Jó, ez nagyon jó, és amúgy ennyien vagyunk, vagy van egy-két ember, aki hiányzik? Egyelőre ennyien. De Rich meg Hom is vannak még, ugye, meg ilyenek? Hát nem is közmunkán, ugye tudott tegnap. Aha, ja te azóta nyomja ez az állat? Persze, még van valami 150 ilyenek. Richnél megszül az asszony. Tényleg? Nem hiszem el! Hát ezek hihetetlen. Csak azért házasodtak össze, mert hogy pénz kell neki. Hát persze. Köszönöm, hogy itt vagytok. Van gyereke a izé Homisnak, és ezt csinált ő is egy-egy gyors Rich. Jó, figyeljetek. Nagyon jó. Ezt el akarom mondani a többieknek is, ahogy hallottam, ugye, hogy nagyon gázos volt a tegnapi rablás, ugye? Köszönöm, Dominik, oké? Hát mi már megtettük, nem mondod. Jó, nem, az a lényeg, hogy figyeljetek, én az egész életemet úgy éltem le. Jó, hát nem vagyok egy olyan öreg ember, de volt, hogy egy-két hibát többször elkövettem. Jó, azért ezekből tanulunk, építkezünk, mindenki hibázik. Lehet, hogy olyan jók voltak itt a zsaruk, hogy tényleg még én is, vagy akár Toniék is kicsit elbizonytalanodtak volna. A hibáinkból tanulunk, de hogyha még egyszer előfordul, akkor személyesen fogom én is elintézni azt az embert. 10 perc vagy 20 perc is leszek fenn. Micsoda? Hány éves vagy? Hát 96 van a személyben, de amúgy ez nem igaz. Csak beleírtam, tudod, amúgy 42 vagyok. Hát csak minden. Tudod, itten a tapad, tudod, azért nem nagyon látszik, de hát azért vagyok kopasz, hát kihullott már az összes hajam. Nagy kopter vagy. Nyomjátok egy lájkot a tetszikről. Szóval még egy utolsó izét, belefér kérdést. Még persze, ha minden belefér. Mit kajáltam? Mit tettem? Kérdezed, de megint a kedvencet. Mutko mondtam neked, emlékszel rá? Igen, nézze meg valaki. Várjál, jött valaki. Nem mindenki, nem nincs mindenki. Fegyverem, nincs fegyverem. Mondtad azt a pulyka combot. Igen, tényleg, de várjál most másik, mondtad, másik. A másik az mi volt a másik? Várjál, rizses hús. De az is jó, de egy nagyon-nagyon nagy kedvencem mostanában. Nem, mexikói csirkemell, kérlek szépen. Jaj, azért ilyen a pocakom. Na jó, van. Pacalka, az is jó. Jó, úgyhogy fiúk, most megtudtátok a koromat. Kapott. Ki kapott mit? Ja, semmi. És emberke itt, aki behatolt. Ja, behatónak. Vége? Meg alul jó, az a baját. Köszi Dominik, a pénz mennyi? Megvan a pénzünk, a 30 millió? Mondtatok legnap valami olyasmit, hogy van pénz a rablásból. A bishopnál van. Ja, bishopnál is van előre. Mert hogy én dolgozat. Nem kell, most az én pénzemet fogjuk költeni, csak ez a jó hír, hogy ő megvan akkor a pénz ennek ellenére. Ma is sűjtöttünk, úgyhogy most már 50 van. Nagyon jó voltok. Nem tudom, hogy maradt meg, de nem semmi. Jó, én is a 100 milliót fel akartam rakni a fraki számlára, de úgy gondoltam, hogy akkor most veszünk 8 darab fegyvert, jó?
Megkérdezed, hogy nem bírnak egy kicsit többet hozni, azt én is adok bele egy kicsit. Jó, felhívom az emberünket. Ő 15 millió az MK2-es M4 és 12 a Revo. Ezt mondták nekem. Én Revo-t szeretnék. Jó, akkor még mennyit? Egy 5-5 darabot még pluszban? Hát vegyünk már még egy 100-asé, persze. Jó. Ezt összedobjuk itt ezekre, okay. És kópékait mellettem. Tudom, hogy a csend, ugye fiú? Na cső, pont most akartalak hívni. Na figyelj, megvannak a cuccok, te figyelj, Admirált vágod, nem? Kicsodát? Admirált. Nem. Contiból. Nem vágom. Nekem nem mondta el senki nagyon a nevét, vágod. Nagyon tisztelőznek. Akkor jó. Mert én szerintem tudom, hogy hol lesz az új szállásnak, mert én voltam már ott múltkor. Aha. A szövetséggel. Ugye elgurulok arra, aztán, hogy szerencsém van, akkor talán megtalálok. Figyelj, itt vagyunk, az az igazság, viszont itt mondták az embereim, hogy nem tudom, van még fegyvered? Hát oda megyek, azt megbeszéljük, ha jó helyre megyek. Mert kellene még 100 millió értékbe fegyver. Jó, hogyha nekem nem lesz, akkor társamnak lesz, lehet, hogy nem lesz nálam annyi. De akivel szoktam fegyverbizniszelni, én szerintem ő neki van. Jó. Megkérdezem tőle is, jó? De az viszont megint kell oda majd egy 20 perc, fél óra. Jó, oké, az semmi baj. Oké, akkor ezt először intézzük el. Mert én úgy tudom, hogy majdnem szomszédok vagytok egyébként, csak azért kérdezem. Tényleg? Aha, én úgy tudom. Aztán elgondolok arra, nem biztos. Majd mindjárt kiderül, jó? Jó, oké. Majd csörök, ha erre fele vagy. Jó van, oké. Csá. Jó, ez jó vétel lesz. Na fiúk, mindjárt ideér az emberünk a fegyverekkel. Úgyhogy utána megint leadhatjuk a rendelést neki, jó? Az újabb fegyvereké. Jó. Itt lesz akkor, nem a kupolán? Nem, azt mondja, hogy ő járt itt a szövetséggel, úgyhogy tudja, hogy itt akkor vagyunk. Jó ez itt. Vagyis azt, hogy a sejtés van, de azt, hogy járt itt, szerintem ő lesz. Igen, az amúgy. Járt. Úgyhogy el kell mennünk pénzé, helikopterrel. Itt a kisbolt. Itt van kisbolt, és itt van a kisbolt. Tényleg? De jó! Ne idegesíts már, Julika kinyitott! Hát itt lehet. Ezt? Olyan epret árul, hallod? Ez nagyon jó. Hello. Jó, tudtam én, srác. Na, jó, tudtad. Ciao. Hú, de szuper vagy. Szia. Nagyon szuper. Hello. Hasonlít azt a izére. Lehet, hogy tesók vagytok. Figyeld, leveszed, nem sértelek, leveszed a kalap. Ja, tényleg. Figyeld. Azt a... Egy fodrászhoz jártok szerintem. Jártok rokonok. Itt hárman. Mindjárt. Egy 20 milliót engedjél, mert akkor itt van azon. Lehet, hogy izé van, tudod, mint a filmekben van az a siker, hogy az egyiket erre másnak tartod. Tényleg. Tudom, csak... Úgy néztek ki, mint Neymar. Nem, a Tomás. Na izé, pakoljátok egyébként. Oké, viszont elmegyünk addig helikopterre a pénzé, jó? Vagy hol a kisbolt? Itt a kisbolt tényleg szemben. Jó, oda vigyed el valaki. Marja, teszed egy kicsit az autót. Igen, mert pont ide jön a... Az autónk, kalányos, átteszed az autót? Ja, persze, vigyétek csodálékot, hogy nem. Óvatosan, drága van. Mivel tudod, kocsival, gyere velem akkor, Tony. Jó. Izével, megyünk azzal. Hallod? Szerintem benn van minden velem. Jó, megnézem, mennyi a vége? Ott hiányzik 27 lőszer, úgyhogy akkor 100, jó kereken? Jó, köszi szépen. Úgyis 108 lett volna, akkor 100. De a mennyiségnél mindig szoktam engedni. Egyik revolver van, picivel kevesebb, mert sokat szoktam üldözni. Jó, az nagyon jó. Ú, de jó. Megvan minden, ugye? Megvan minden, elmegyünk pénzé, jó? Addig Slava, Tomasz, pakoljátok át őket, jó? Jó. Mibe? Itt a kocsi, Tomasz. Várjál, nincs. Akkor menjetek el egy autóért. Addig mindenki vegye ki. Nem, az nem jó. Ne vegyék ki, így van, egy autóval hozzátok el, jó? Hozok. Én meg hozok ő pénzt, jó? Addig beszélgess nyugodtan az embereimmel. Szerintem már voltunk többször. Mehetünk, Tony. Kapcsolod meg magad, főnököm. Bekapcsolom duplán magam király, most már. Király. Na ez jó! Szia Dominik, várunk fel! Ó, milyen verse. Hoppá, itt valaki. Ki ez az állat? Itt valaki megpihent egy kis. Egy nagyon kicsit. Jó kocsia van. Levideóz... Igen. Le kéne videózni. Köszönöm Dominik a támogatást. Van egy ülés csak. Ó, de jó. Jaj, jó. Hú, de te áll... Itt van Julika, nem is tudtam.
Marika, de te neked viszonyod van Julikával amúgy? Dehogy is. De ne, azért tudtam. 60 éves, de hát hallottam, hogy szereted az idősebbeket. Neked már jó lehetne, így ez előbb mondtad, hogy mennyi vagy. Tényleg, tényleg. Szuper, szuper. Egy 50-es, elfelezzük. Jó, várjál, kell egy táska, mert nem fér bele a százba. Várjál, mindjárt azon. Oké. Kártyát cserél a YouTube-on? Mármint milyen kártyát, Attila? Nem értem nagyon. Ez egy állat, Rani. Rich. Rich is egy állat. De Tony is. Itt vagyok. Hátul volt egy tasak. Na, király vagy. Add már, légy. Ez a tipikus barna táska. Dobáld bele, azt elvisztük. Jó, de szuper. Átadjam? Á, itt van már. Átvettem a kezedből. Ja, hát, opa, hát, ú. Na, 100 millió. Pénz kivétele. 1, 2, 3, 4. Ne látom a PIN kódot. Ha lenéznéd, azt elküldtenéd itt a kaszinóra, meg ilyenekre. Na, benne van a táskába, szuper. Na, menjünk. Hogy más valamit vettem? Hú, azt nem tudom, Attila. Várjál, megnézem, hogy van-e kajám. Én veszek ki pénzt, nincs pénzem. Jó. De te mindig tele vagy, még mindig nem mondtad, mennyi pénzed van. Nem maradtatok rá semmire, fegyvert fogunk venni. Beütöttem én, és akkor jó, hallod, és akkor a kalányosnak akkor te is leadhatod a rendelést, és akkor az király lesz. Jó, hát én ugyanennyit, azt összedobom a fiúkkal, az Tomasszal meg Szlávával, aztán ennyi. De honnan van neked ennyi pénzed állandóan? Most mondom főnök, hogy hárman összedobjuk. Hát de, ha három, az is fejenként 33 millió, érted? Hát nem dobálgatnak, hát, csúnya lenne, 33 csúnya lenne, lenne. Annyi, nem lenne annyi, azt így akciózunk egész. Ja, igaz. Ha veszek még egy kis kaját, jó? Menjek én is veszek egy kaját. Van kakaós csiga, meg én energetek. Ó, de jó. Nézd meg az alját. Köszi, Dávid! Félsz a csajoktól? Bár ott az újságok fönt, azt nézd már meg. Itt vagyok, csak belemerültem a kakaós csigába. Jó. Melyiket? Nem, Attila, lejár, utána újra kapcsolod, akkor ugyanúgy. Szőke, barna? Dani, tőleg Szabinától és Noémitól. Neked melyik tetszik, Dani? Fekete. Na. Vettem mindent, mehetünk, itt van a pénz nálam. Igen, leszek én is egy triós tekercset, aztán mehetünk. Jó, kifizetjük ezt a csá... Ú, ezzel most jó jártunk, ez elég jó árba kapjuk a fegyvereket. Ez jó lesz, chat. Nyomjatok egy lájkot, ha meg lesz az 1000 lájk, megköszönöm. Úgy így is megköszönöm. Köszönöm. Megvédelek, Dávid, szeretlek. Rég voltam már boltban, látszik. Látszik. Frakció? Van frakció raktárban? Na, bekötöm magam. Mostában kirepülök. Tényleg? Szeretsz így repkedni? Múltkor kiestem, jó. 18-18 van. Aki csatornatag lesz, 2 darab dedikáló kártyát kap. A Szlávájék intézik. Köszönöm, Dávid! Most fegyvert vásárolunk. Milyen ez az állat? Ez még mindig itt. menj át rajta. Menj nem át szabad. Rajta. Nem itt a kapuba kéne aludni, uram. Tanszik, elaludni. Dehogy ez le van lőve. Ja. Hát szerintem lelőtték a fiúk. Még egy állatok. Donét érkezett, ezt nem hiszem el. Teljesen ki vagyok korúba, lesz mi tenni. Micsoda? Volt valami akció. Nem érted. Na, izéket kikaptátok? Mi? Meghoztuk a pénzt. Fegyókat kikaptátok? Nem, még nem, mivel a Szlávájék hoznak egy autót. Ja, akkor jó. És akkor abba fogunk, először ki szeretnének fizetni, tudod? Szeretem tisztán intézni. Itt a táska, átnyújtom neked, szábod meg, légy szíves. Jó, dobjad. Jó. 100 millió. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fú, ez a Duda, ez valami szörnyű. 126. Telex Lady az. Köszönjük. Tessék, számod meg kérlek szépen. Viszont én veszek ki magamnak egy MK2-es Omniát, meg egy Revolt. Én nagyon bőröndel jöttem, gyere. De hallod, ez utazós bőröd, nem? Aha, nem vagyunk. Én szoktam mondani, ilyen kis... Veszek ki. De ez jó üzlet volt, chat, nem? Ez jó üzlet volt. Megkezdem a pakolást. Jó, nyomjad, videózd le. Jó, oké. Köszönöm, mindjárt jövök.
Mi az a mette? Ki akar itt kábítószert csinálni? Ebbe fér bele csak. Ne idegesíts a kábítószeres kocsiban! Én hoztam be, Slava hozta el. Azta, ezek egy állatok! Én is vettek ki valami kis pisztolyt. Én is vennék. Persze, a főnököknek vettem igazából elsősorban. Akkor már is fogyott igazából, köszönjük szépen. Várja, veszem. Viszont, hogyha te veszed, Tony, akkor az embereknek is kellene adni. Persze. Ez alap. Ha összedobjátok, jó kalányos, nem mindjárt annyira rendben. Mindjárt vissza a srác, ugyanezt jó. A csomagot elhozza holnap, és akkor azt kifizetem, mi hárban a Tomaszékkal. Jó, figyelj, és akkor azt meg odaadjuk az állatoknak. Meg kell beszélni vele, hogy milyen időközönként tudna leszállítani ezt nekünk. Mondjuk a pénzünk is véges, ezért kell majd rabolni is, de ezekre a fegyverekre szükségünk van. Hát. Hányatok, valaki írt nekem SMS-t. Szia Dani, merre menjek? Szia, ki vagy? Dominikos? Dominikos chat, ez a telefonszáma, ugye? Tag vagy, adok egy fegyvert. Vigyázzál, légy szíves, jó? Nagyon vigyázzál. Társaidat ne üsd le, közben állsz hozzájuk le ütőket. Dominik? Átakasztok egy MK2-es M4-et a válladra. Házba menjünk be. Szíves, azt megvenni lehet szerintem. Üdv a csapatba. Szia, tényleg Danit írt. De aranyos, egyen meg! Ki az a Dani, te állat? Bázis. Nekem van még kis pisztoly. Nem lehet bemenni. Jó. Ja, pont ezt akartam kérdezni, hogyha van kárcia vagy valami. Sikerült betenni a pénzt a kocsiba? Aha, igen. Szuper. Köszönöm. Jó. Fali vagyok, na, igen. Na, mindenkinél látok fegyvert, ugye? Na ennyi srácok, figyeljetek, akkor hogyha kell valami, akkor keressetek nyugodtan, most mindenkinek meg lehet vagyok, száma. Itt vagyok, jó, Tony le is adná a rendelést akkor. Holnap egy ugyanilyet tudunk? Köszönöm szépen, be is akkor a comtáskába becsatolom. Hát szerintem igen, mert hogy mondom, hogyha nem nálam van, akkor társamnak tudja, hogy van, mert körülbelül ugye együtt szoktuk vásárolni ezeket is. Még annyit, kalányos, még annyit mondott Tony, hogy most elég drágába mennek a mellények, de arra is szükségünk lesz. Azt mondta, hogy 2 millióba tudná nekünk odaadni. Jaj. Eléggé főment az áram. 2-8 felvitték? 2-8 most igen. Figyelj Matyi, én egy 2-nél le vagyok ragadva. Jaja. Hát ja, ez az. Én meg... még 800 ezerné. Jó van akkor. Most figyelj ott is, hogyha még többen, vagy most az a baj, hogy a mellénye megmutam is, hogy az a baj, hogy ha ide fogok jönni majd egy autóba, szerintem valami hasonló van, mint az kábítószeressel, a belfér körülbelül 20. Nekem jó. Azt mire belerakom, az sok idő, érted? Mert most az idő is pénz. Én sem tudok sokat vinni, mert lehet. Mennyi ezer like, köszönöm! És aztán ezért, mire belepakolom, az nekem autó is egy jó lehet. Dominik fog jönni. És akkor az úgy van, hogy idehozom, és akkor ti is az olyan nehéz, hogy egyesével tudjátok kiszedni. Szóval azt, de hány azt kiló úgy kell. Hát szerintem egy 15 tudni, hogy van. Aszta. Tudni, hogy fogunk benne. Hát, az kemény. Oda gyúrja. Nem, vagy gyúrni kell egy kicsit. Az idő pénz, a pénz idő. Táskába raktam egyet-kettőt, meg fölhúztam egyet, úgy mentem bele. De most már nehéz, most már nem lehet ezt bírni. Kemény. Szóval akkor azt úgy kell csinálni, hogy többen legyetek ugyanígy, és akkor mit tudom én, mindenki egyel, vagy szépen átrakosgatjátok az autóval. Ja, hát, vagy fölvesztük egy frakciópénz, onnan kapunk, Gábor. Én most a saját pénzemből vettem. Ja, csak az a baj, hogy szoktak jönni itt az UFO-k a városba, azt elvisznek a gyászba, mellény meg el. Megint beakadt. Visszahoznak. Megint beakadt. Mindjárt jövök, fiúk. Mindjárt jövök, fiúk. Jó. Ugyanaz az ezzel gáz. Holnap, hogyha ha bírsz egy ilyet, az jó lenne, és akkor, hogyha főnökkel beszélsz, ugyanígy megütetjük a... Beakad az F2-es panel, és akkor nem fagyunk ki. Nem az a baja, hanem... Nem tudom, mi a baja. Igen. Na, de ez most jó vétel volt, chat, nem? Ez most jó vétel volt, mindjárt 1000 like, köszönöm. Most meg fogjuk nézni a jaktot szerintem, és lehet, hogy kiraboljuk azt a jaktot. Az mondjuk vagány lesz, amit a srácok intéztek. Köszönöm szépen nekik. A megváltós pólót lehet rendelni a leírásba. Kifizetni. A Gábor, alapból kapják a fizetést a frakciópénzből, azért megy le, hát volt ott 1 milliárd. De én nem veszek ki a frakiból pénzt, én most a saját pénzemet adtam hozzá. Meg ő, tudjátok mit kellene? Most már csak rendőr jelenlétében lehet eladni autót. Mivel vannak autóim, amiket el kellene adni. Tű. Köszönöm az 1000 lájkot, kedvesek vagytok.
Mert hogyha rendőr jelenlétében lehet, el kéne adnom pár autót amúgy. Egy hónapja így van, így van, oké. Szuper. Robi, ki fogja jelezni a nevet mellett? Kőtöttük a pénzt, aztán gázos volt. Gázos volt. Bléko. Hello, itt vagyok, sziasztok mindenki. Hello. Köszönöm, hogy itt vettem. Köszönöm. Igen, németből. Hogy sikerült, Karolina, jó volt? Benne a fegyver. De akarom nézni, mennyi pénzem maradt a bankból, hogy megfogyatkoztam. Na, akkor kiraboljuk ezt a jaktot, vagy mi? Hát az túlzás. Csak ránézünk. Ránézünk arra. Jó. Közben dumálgatunk. Próbáljuk egy kicsit összekovácsolódni, mert mostanában kicsit megint szétestek. Tegnap is látszott, hogy nem voltunk vissza kéne. Hát ja! Köszönöm Attila a támogatást, kedves vagy! Te is kicsit ismerkedsz itt az új tagokkal. Jó, az vagyok, jó lenne. Ja. Ninjának adtam egy fegyvert főnök ennek itt előttemet. Jó, fiam, rád bízom, kinek osztogatod a te fegyvereidet, tudod? Hát a tiéd volt, úgy adtam. Jó, oké. Meg nem az, tényleg agyérezzel is a törődés. Most jött. Újonc egyszer-kétszer járja, utána mindenki szerez magának, hogy a főnök mondtam. Így van. Jó fiúk. Köszönöm szépen. Van olyan tag, aki két hónapja itt, egy hónapja itt van. Szimkártya, köszi csat. Az a minimum, hogy legyen fegyver a gyerekek, mert ez nem a homokozó, érted? Köszi. Ja. Felnőttek vagyunk, vagányak vagyunk, elvileg maffiába csatlakoztatok. Mondjad, Dominik. Ad a kérdése, nem tudom, a fiútnak nem tudom, hogy most akkor én hibáztam, vagy... Köszi, Benissi. Vagy valami info esetleg. Figyelj, Dominik, mindenki hibázik, ezt elmondtam. Több ilyen ne legyen, ennyi. Donét érkezett, ezt nem hiszem, hogy teljesen kivagyok. Ne szomorkodjál, mert ha elvisz a depresszió, mint engem adnak, nem lesz jó vége. Igen, is vagyok. Ez szorom neked, Dominik, ne izguljál, én hibám volt. Ki ez? Voltak vissza a fegyver. Ki ez? Köszi, ki ez? Ki ez az állat? Az új telefonszámos vadállat. Láttak ilyen rablásokat, azok ne hibázzanak, azoknak már kellett volna tanulni, hogy mi a helyzet. Jó? Mi történt? Nem sikerült a rablás. Semmi baj, csak hogyha első vagy, akkor inkább először olyankor rabolj, miután látsz egy tapasztalt valakit rabolni, meg így először bemenni vakon, az úgy nehéz, érted? Igen, érteni. Szevasz, Penge! Na, hát hozod a revolvert, amit elmaradt, Penge? Nem. Azért hívtam, beszéltem a Bishoppal. Igen. És hogy ugye bemutka ez a fegyverleszállítás, tudom, hát minden jó volt, meg minden. Így van. És hogy érkeztek egy fegyver, olcsó. Olcsó? Milyen árba, Penge? Hát mondtam Bishopnak egy ilyen 8 millió, azt szerintem korrekt áll nektek. De milyen fegyver? Mondom M4. Meg nektek egy sima M4? Aha, mert 18 millióval szerintem nem rossz, valaki CZ-t a szemjel. Persze, az elég jó ár. Jó, mennyit tudnál hozni nekünk, és mikor? Hát Bishop kért, 5 hónapot beszéltem meg vele. Jó, mennyit lehet még rendelni? Itt megkérdezem a srácokat. Hát figyelj, kérdezz meg, aztán írd vissza, hogy mennyi kell, mert egy est alatt egy múltkor is összezettük után 14-et, tehát ja. Na, az elég vagány. Jó, oké. Keresni foglak ez ügyben, megkérdezem itt a csapatot, jó? Azt írok egyet, jó? Rendben, na jó legyen. Oké, na csácsá. Megjön ki a lépcső a 34 centivel lépésre. Fiúk. Én elvesztettem a fonalat, igen. Fiúk, most hívott Penge, beszélt Bishoppal, és nagyon jó árat mondott, 8 millió a sima M4-ér, és a tagoknak lehetne ilyen M4-eket venni. Az kicsoda? Hol? Hol? Nem tudom. Ez belül van, nem? Az Thomas. Ezek egy állatok. Sziasztok! Adtam egy kis állateledet. Igen, láttam, köszönöm. Igazán jó az ár. Jó az ár, nem úgy főnök, csak... Igen. Csak az egy emlék meg egy rebutalmat az élodámba. Mit mondasz, Tony? Jó az ár, csak az a 4 millió ér annyit, hogy mondjuk az MK2-es erősebb. Ha véletlenül tudod, kevesebb eltalálja, akkor az jobb úgy, mert jó gyorsabban meghal a revó, meg egy lövés. Úgyhogy... Az oké, de hát a sima tagoknak jó lenne a sima, nem? Sima M4. Te vágod, testvérem, én nem tudom. Na, a sima tagoknak van-e 8 milliója? Nekem nem kell főnök, én most beszéltem csávóval és szereztem ilyen szépségeket. Én nagyban metezni, de nekem nincs most 8. Jó, oké, figyeljetek, hogyha kell sima M4, akkor 8 milliói tudunk szerezni, jó? Jó. Jó. Oké. Remélem Penge most nem ver át minket, mert múltkoriban töltényeket nem rakott.
ez az állat. Úgyhogy bízom benne, hogy jó lesz. Na, oké, fel vagyunk fegyverkezve, akkor indulhatunk oda, amit mondtatok, fiú. Nézd meg, ide borítja a pálmafát. Figyelj, Matyi! Igen? Én azt mondom neked, hogy mi a vezetőség, menjünk el helikopterekkel, többiek meg autóval. Rendben van. Sziasztok! Hello, homi! És végezte a közmunkával, te állat! Nagyon vagány vagy, szuper! Szevasz, homiska! Na fiúk, akkor megyünk oda a jaktra, jó? Igen, ti kocsival jöttök, jó? Szépen gombolyba. Szépen gombolyba, rendezetten. Menjetek, és akkor... Szia Regina, sziasztok, köszönöm, hogy itt vagytok. Pengének írok, de amúgy jó a 8 millió, nem? Üzenet. New message. Mindenki legyen fent rádium, fiú. Jó. Mehetek veled? Tony, gyere. Penge. Nem jön Tony. Haló? Tony nem jön. Ja, nem ilyen jó. Maradok az állatokkal. Elmegyek velük. Haló? Most nem kell, de szólni fogok, ha igen. De ez ugye lő... Lőszarra. Lőszerrel van, ugye? Jaj, ne, szó ismétlés. Köszönöm, hogy itt vagytok. Azt a... ez mi? Te hallod? Miért van ilyen idő? Hú, hát azt a durva. Miért villámlik ennyire? Jön, akkor mi vagy? Mi van? Ugye megkérdezik. Jön? Srácok, utána olvasott valaki ma időjárás. Basszus, hát itt... Alig látod. Volt szó esőzésről. Itt lehet nem volt jó ötlet felszállni helikopterrel. Belecsap a... Jaj. Villám. Mindegy. Víz ide. Lehet, hogy komi az, chat. Ez ugye Thomas még a légvízból nem tudom. Ez egy állat. Amennyit ő megélt. Mi van a Júliával, Szláva? Már rég nem hallottam róla. Júliával? Hát a fenyveredet úgy nevezted el. Ó, hát ez még mindig velem van. Még mindig veled? Na, jó. Az van, nekem olyan, mint az aranyra húzva. Aha, na, szuper. Kár használni, mi? Hát persze. Egyszer-kétszer elsült. Ennyi. Ennyi is volt. Sziasztok, köszönjük vagytok! Azt, az nem jó. Hát itt a... Alig látok valamit. Hát azok egy állatok. Húha! Húha, nem tudom mi lesz! Na várjatok, mit akartam nézni? Mennyien vannak fönt? Most nem jön, jó? Ja de, 3. 3 MBSS, renderbő pedig mennyi volt, nem láttam. Na mindegy. Nézzük chat! Köszönöm, hogy itt vagytok, aki tag lesz, 2 darab dedikáló kártyát kap. Köszönöm a chatnek, hogy most moderál. Jó, én hallod, én alig látok. Én se látok sok mindent. De már érzem az utat aztán. Nem látom a célkeresztet se. Nem látom. 10 rendőr van? Nem tudom, mi lesz. Látok folyamat a rád. Nincs cél, nem látom a célkeresztet. 10 rendőr van, köszi chat. M4-jel, hogy nincs már célkereszt. Nem jó. Már egy komoly idő van. Az időt szudál. De hallod, én nem vagyok egy fostos alapból, de villámlástól félek. Nyugi, ne félj, megvéd. Most oda megyünk a jaktra akkor? Nem, jaj, de leszállunk, tudod, ahol... Ki lehet rabolni? De azért nézzük meg persze, hogy lehet-e vagy nem. Jó, de ez csak helikopterre lehet. Ja nem, most nézem, hogy át lehet menni a hídon. Hát át lehet, ja. Itt átsétál. Azt a mi ez? De úgy helikopterre érdemes. Aha. Tegnap 3,5 kilométert futottam. Nem bírtam az ötöt. Elég komoly. Ránézzük, akkor megvárjuk a többieket is. Azta! Mi ez az idő? Azta, miért filmet? Láttam én is, ez az nagyon idő. Kemény. Háborgó mélység. Olyó, háborgó olyó. Mélység, visszahúz! Azaz. Jaj, Tomás, nem fogsz. Direkt kicentisztem. Nagyon komoly. De szerintem ne szálljunk ki, mert itt elázunk még a végén, megvárjuk a többieket. Tíz célkereszt.
kerevi vissza. De hát ez nagyon komoly. Durva, durva. Aztán felcsaptak a hullámok! Jaj! Aztán tiszta víz lettem! Legalább a tegnapi kis kakikám után kimosta. Azta, ez durva, chat. Ez durva. Nem tudom, mi lesz ebből. A rádió is elromlott itt a hálózat. Aha, hát szerint. Jó, hát nem fogja a jelet, érted. Csapkát leveszem. Jó, átázott a bugyim. Hú, hallod. Ez nagyon komoly. Nagyon-nagyon komoly, öltöz át majd. Át fogok öltözni majd. Csak nem tudom, mi ez az idő. Egyre szűkebb a látókör. Alig látok valamit, fiúk. Itt van május, azt ilyen idő. Hihetetlen. Valaki lesz, halljon, ne idegesítsetek. Osszátok meg a live-ot, chat. Hogy ott kitörtek az ablakok a gyógyszertárba is. Hát, ott mindig. Ma nem megyek, ma... El kell mennem a haveromhoz, üzenetem jött, szépen pengétő. Szépen szerintem kezdjünk el esétálni, most már csak ide érnek. Ja. Yeah. Menjünk a jaktra. Jó. Megfogom az urat és lábánál fogva kirángatom. Engem rángaszt állat, nem kell, ki tudok szállni. Jaj. Ez mi volt? Ez mi volt? Ez mi volt, chat? Így kirángatott a Tomás, vagy mi van? Ez mi volt, chat? Ez mi volt? Átok szátrám! Ez mi volt? Hát azt hittem megfulladok. Ez mi volt? Aztán, most azt hittem, hogy meghalok. Hát nem csináltam semmit. Aztán. Aztán. Kiszálltam. Hát ez nagyon komoly. Hát ez az. Hol vannak a többiek? Mindjárt itt vannak. Jó vagy? Jó vagyok, kicsit beleugrottam. Lehetünk mi. A rókáig is vannak. Na, haló. Haló, haló róka. Haló, haló. Jó napokat, jó napokat. Azta! Hallod, Szláva? Igen. A rádiófeti, gyere arrébb. Az a belény. Rég láttam. Most nem tudom, melyiken vagyunk. Azt, srácok, ez nagyon komoly. Várj, jön a főnök, menj, menj arrébb. Ez nagyon komoly. Jaj. Kellene valami a gyógyszertárból, mert nagyon-nagyon fáj a lábom. Kellene segélytáska. Azt a... Itt nem is lehet venni szerintem. Tomás, van valami kötszered? Valaki... Telefon meg egy rádió van nálam. Róka, van kötszered? Persze, persze. Adsz egyet, létsz, mert fáj a lábam egy kicsit. Kellene segély. Aha, be kell kötni a sebeimet egy kicsit. Adtam már ne, főnöknek egyet. Hát köszönöm szépen. Barnikám nekem egy hamburgert, meg egy kötszert. Ha hambi van már, én sem tudok szolgálni, kemény. A kötszerő, igen. Jó. Nálad mindig van, csak azért kérhetsz. Adja a kaját? Azt megköszönném, egy kettőt dobsz. Át is nyújtom, mindjárt várja. 123. Mindjárt. Köszönjük, átnyújtottam. Köszönöm, köszönöm. Oké, át is állom. Köszönöm. Ha itt meg fog jelenni valaki, rosszul. Nézzünk körül, nem? Nézzünk körül, így van. Kell egy esetnyő fölé. Lehet, hogy nem ártana. Van nálad? Á, megnézem, mit jó, jó. Ez nagyon durva idő. Most mit? Nem tudom, mi történik amúgy. Menjünk le a hajóhoz, jöjjön, nem? Megázik itt végén. Király. A hajóhoz menjünk el. Várjuk meg a Tonit, mert ezt az akciót ő akarta. Jó, 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 jó. Levezényelni, mert neki minden álma egy hajórablás. Jó, 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 oké, király. De ha ezt ki tudjuk rabolni, ebből mennyi pénz jöhet? Ugyanannyi, mint egy ja, boltból. Tényleg? Na jó van, de ezt nehezebben vehető be. Persze. Hallottam? Az mi volt az a hang? Ezt hallottál? Én is hallottam. Kirázott a hideg! Ez mi volt? Ez így nem lesz jó. Ezt nem tudom mi volt. Beállt a derekat. Igen? Na ujjá vagy. Szúrod a pénzt.
Istenem, mi ez a zombi hang? Ez egy yeti? Régen volt egy ilyen számítógépen, és azon volt ilyen Minecraft nevezetű játék. Na, a zombiknak ugyanilyen hang volt. Aszta. Jönnek mantorjék. Aszta. Befosta. Pelenkára gyűjtünk. Aki fél, ne nézze. Halló. Itt ilyen bolond hangok vannak. Én is hallottam. Adjad rá, megint. Ha megint, de ez komolyan. Hát én azt akartam nézni, hogy mit, hogy, a, hogy lehet-e rabolni a jaktot. Ha nézzük meg, azért vártam meg téged. Nézzük meg, hát ha halljuk majd, akkor majd hát ha halljátok, fogjátok be a füleiteket is ki. És hát ha valaki jött, nem tudom nézzük ki meg el. A jaktot. Nézzük meg. Itt van valami rózsaszín ízé szerintem. Ez mi? Azt a... Ennyire nevetséges a hangod. Mi, Dominik, ez te vagy? Dominik, ez te vagy! Srácok, ha valaki szórakozik, fejbe lövöm. Dominik, én nem torakodok, Mi történt? Aha, hopp. Ott lehet. Kemény. Na várj. Mi is van? Mindjárt sírva fakadok. Nem Dominik. Én középen megyek. Védem a feneked a ez kellett mi? Kellett volna első fogad a gyerekek. Azt a... Ajjaj. Isten, mi volt? Kiráz a hideg, fiúk. Mi ez? Ne, ne szórakozzatok velem! Nem ezért jöttünk. Milyen sziget után? Valami sziget volt. Valami sziget után. Ez az hajózunk, Keci! Jaj! Szeretek hajókázni. Hullámoznak ám. Valami sziget után. Valami inkább csendben is hallgassuk. Exercise book. Mit mond? Kövesd a sziget? Kövesd a sziget után. Oh. Azért, hogy te nézzem. Hát itt sötétség van. Szoroljunk szét, hát talál valaki valamit. Jó, figyeljetek oda. Csak fész, mi? Menj. Dehogy félek, a Tony ne idegesítsé. Ja, nem vagy tűnik. Bocsánat, valakinek van esetleg kajája? Én nekem... Ajjaj. Köszi! Köszi! Köszi, Jimmy Dog! Köszi! Lehet rabolni. Ez egy vadisztor, ott van egy ilyen kis piros pöttyöcske, amit beleállsz, és lehet rabolni. Excelsis. Jó van. Na, lehet rabolni, Matyi. Oké. Okay. Nézzetek szét, fiúk, mindenhol, jó? Itt van, nézzétek. És a főnök itt van. Aha, látom. Itt majd, ha gondolod. Csak most ne. Jó, ez király, rendben. Majd ezt meg fogjuk csinálni. Ennyi pénzt adhat, ezt hallod, apróval szó. Hallottatok. Hoppá. Valami mondott. Köszike. Keresd a szigetet, kövesd a szigetet. Keresd vagy kövesd a szigetet. Milyen szigetet? Ez egy hát sziget, itt van, nem? Hát csak figyelj, gyere. Sziget után. Sziget után, igen. Az arra lesz. Te, én oda nem megyek ki! Hát pedig ki kell, hogy menjünk akkor szerintem, nem? Gyerünk, bérjünk. Köszi, Dávid! Valaki leesett. Aurélium beleesett a vízbe. Azt a mentsétek ki! Hogy úszkál? Mentsd ki! Kiugott a csávó. Aki fél... Én is félek. Tomét érkezett, ezt nem hiszem el. Teljesen ki vagyok korúba, lesz mi tenni. Ezek kikérték a hajót! Ferike, engedd el magadból, megkapod a biciklit. Ezzel megyünk! Köszi, Banó Bence! Hol? Fiú, de hol? Mit talált? Megkérdezem. Most ilyen, most mondja. Sziasztok! Fő kéne mászni, nem? Hát én nem ezt akartam. Itt valaki meghalt. Teljesen ki vagyok
Találtam izéket a hajókabin szekrényébe. Mit? Még egyet, ilyen maszkokat, tudod, mennyléshez, búvárkodáshoz. Tényleg, aztán elvisz minket a víz, fiú! Oxigén maszkot találtam a hajókabin belsejébe. Azta! Most így mi legyen, Ali? Hát menjünk a hajókkal. Menjünk merülni. De várjál, valami kisebb csónakok kéne. Köszi Marcel, a ladátka! Ezekkel csak egy férőhez veszem, ha jól tudom. Hát felfélünk. Jajajajajajajaj! De elviszi elsőtor a víz, meg ilyenek. Igen? Persze. Én ezt úgy tudom, hogy nem. Én ezzel voltam halászni aztán. Tony hova tűz? Elvitt a víz. Tony hol van? Ez az. Tony mára van, nem látom. Akkor mi nem beugrott valakit megmenteni? Az Aurélió, de az Aurélió itt van. Hát most a Tony. Tony, ezt ne szórakozzon velem. Na jó. Nézd, Pali. Igen. Ott mutatok egyet. Lehet kelleni fog az a... Ott a Slava. Valaki szálljon abba a nagyba, vagy nem tudom. Slava lehet kelleni fog akkor az a... Ez kemény. Tony meghalt. Hány darab? Oppa, oppa, oppa. Át is nyújtom neked, Pali. Köszönöm szépen, látom. Húzzam fel. Nem tudom, még ne lehetj elő. Hány férőhelyes ez? Slava, gyertek. 9 darabot találtam. Adjunk meg a számat. 4 férőhelyes, gyertek. Várjatok, majd adok ott, nem tudom, csónak, vagy nem tudom. Bepasztam, oké? Akkor nem. Az igen, várjatok, látok. Ezt nem lehetesen. Wow. De... Jó, nézhet ki. Megyek, megyek. Epető kell nyomni, epető kell nyomni, epető. Gyere, Slava, te is. Úgy, úgy, úgy jó. Ne! Te állat! Mi van még három? Gyere, gyere, itt vagy. Mi ennek a csónaknak a neve? Köszönjük az adminak a segítséget. Ez mi, Csen? Legelső. Ez mi? Várjátok, most van még három. Várjátok, maradjatok csöndben. Osszam ki főnök, vagy? Oszd ki mindenkinek, meg ne fulladjon nekem valaki. Meg ne fulladjon nekem valaki. Gyertek fel. Gyere fel a fog. Nekem van cuccom. Ja, neked már jó a fog. Csehát, ez mi lesz? Jöhet, jöhet. Gyorjatok egy lájkot, ha tetszik a live! Komi, megint jó RP-t hoz nekünk! Fiúk, elmegy a csónak! Fiúk! Tony, megfulladt szerintetek? Nem tudom, nekem majd gyorsan elmegy a csónak. Erre már na most, köszönöm. Hol van Tony, fiúk? Nem tudjuk, most beugrott a vízbe. De ez nekem megfulladt, ez az állat. Tegnap nem volt izgalmas, ma izgalmas! Remélem Tony nem halt meg, mert az úgy nem lesz jó. Gyere, pumpál, szállj be! Megyek, megyek, ha nincs tálam, hogy ilyen izgalmas. Ja, akkor kérjél Slavát, hogy gyorsan. Osztok! Ez egy gyára, ez nem normális. Bepattanok, ha nem gond. Slava, ossza ki az oxigén maszkokat! Le fogunk merülni, Tomász? Hát, nem tudom. Hát most ezekkel az állarcukkal szerintem lemehetünk, megnézhetünk. Nem fulladunk meg? Ezzel nem, nem fogunk, mert... De én nem tudok úszni. Ezzel fogsz majd, mert ez szépen levisz majd téged, meg majd vissza is tudsz jönni. Király. Azt a mindenit, hogy nézek ki. Ó, pumpál. Valaki hozna egy csónakat, hogy hozza. Hol a Tony? Hívjunk le egy ilyen hajót. Hívj egyet, lerök is. Tomasz, mi a neve? Legelső. Jó, hívom. Te jó beüti oda előre, Aurélió! Gyere, Aurélió, hívott egyet! Azt kicsit! Menjünk arrébb, Tomász, nem tudják lehívni! Várj, Slávát meg akarom várni! Jó. Tony, merre vagy?! Azta! Aki tag lesz kettővel a dedikáló kártyát, kap máma! Valaki szálljon ki! Már is! Köszönöm! Gyertek, fiúk! Jaj! Mit csinálsz? Mit csinálnak ezek az állatok? Nem tudom, beült, aztán lerepült. Kövessetek minket! Tony megfulladt, fiúk! Vagy mi van? Kövessetek minket, srácok! Tony miatt aggódok, fiúk! Aszta! Ezt menj körül ez a hajó! Itt nincs Tony! Megvárom. Nem tudjuk, hol van Tony. A hulláját keressük már meg. Így már nem lesz meg. Szegény.
Isten nyugosztalja. Nem hiszem el. Isten nyugosztalja! Most Aurelio az nem fog lesni abban? Hát én nem tudom. Aurelio, kapaszkodjál! Max, csak annyit látunk, röpül a gyerek, majd nem eszünk. Van valaki, alattunk a vízbe. Nem áll. Alattunk. Igen, alattunk, lehet, lehet, hogy Tony az. Na mit csináljunk amúgy, srácok? Vagy... Hát nem tudom, a szigeten megyünk. Túl, ez volt, ez, ez volt a hang a fejembe. Sziget, és nem tudom. Ez ott egy bója. De a másik nagy... irányba is vannak bóják. Nagyon hullámzik. Assza! Ez egy állat! Nagyon hullámzik. Le fogsz esti a Aurélió. Aurélió, ne ott hátra boruljál! Tony megkart. Nem áll, nem áll, nem áll. Assza! Vezetni meg, meg megtanulok! Jézus, Aurélió, hol a vész? Aurélió! Assza, mekkora hullám! Úristen. Hagytuk! De... Hol van? Hogy kirepült? Aurélió! Hogy kirepült? Mindegy, akkor visszamegyünk a másik irányba. Aurélió, az kiesett, nem? Igen, igen, kilöveltük a nagyobb pedig hullámban. Pedig itt ül előtt. Igen. Nem, nem kirepült. Itt ül. Nálam felszállt 100 méter magasra. Hol láttál másik irányba bújjában? Ott, ott szembe. Te nem látod vagy? Nézzük meg arra, fiú. Itt van egy. Azta! Nem baj, nem baj, meg vagyunk. Ugye szikla van előtt. Ott van valaki. Hol? Hol? Ja, az nem ember. Azt stop, de megijedtem. Ott is ember. Mi az? Hol? Ja, az bója. Ha én is azt néztem. Ezeket a bója. Ezek a... Igen, mi van? Bója. Engem zavar, hogy Tony nincs meg amúgy. Engem nagyon zavar, hogy Tony nincs meg, cse. Ott vannak, arra. Figyelj. Arra kérlek, kell menni. Egyenesen. Kövesd a... Aha. Ez mi volt, chat? Karaj, Asta! Ez nagyon durva. Jogy. Srácok, bírtok minket követni? A bójákat kövessék. Ez mi volt? Ilyen zöld bójákat mondjad nekik ilyen... Ha kimegyünk a világból. Ha tényleg. Asta! Ez jó buli. Az ott mi? Hol? Hol? Ott szembe látják? A bóját látok. Van ott egy sziget? Ott a kis sziget a fával. De állat. Szóna mi van, srácok? Ez a paradicsom vagy mi? Lehet, oda vezet valami. Asta! Hú, nekem egy pillanatra a víz alatt volt. Én is. Egy kicsit, igen. Még jó, hogy bírja ez a csóna. Hát, tényleg az egy sziget! Azt kérdezik rád jönni a Bermuda háromszög közé. Hát lehet! Lehet borni. Azt a gyerekek! Hát ez tiszta olyan. Azt a mindenit. Mi ez? Ez az életfája vagy mi van? Ajaj! De... Wow. Az mi? Mi? Azt a mindenit. Mi ez a hely? Úristen. Egy nagy bánya vagy mi ez? A béke szigete. Azt a... Ezek a bányák, ezek csak kísértenek minket. Aszta! Aha. Vigyázz a sziklákra! Szóval te nagyon jó vezetsz, Tomász, te ezt dolgoztad? Vagy búvár voltál? Hát, én búvár is voltam, meg voltam halász is. Ilyen bokterő, ezek egy állatok. Néha a víz alatt megyünk, de... Ne törődj vele. Ez a nagy hullámok. Ez mi ez a kis hajó? Partot kéne kötni. Srácok, partra kéne menni. Partra szállás. Várjál, de követem Jézus. Még a bójákat, hogy mit találok. Jó. Hátha. Azt, itt a gyerekek. Na, nem, még ez egyre éve. Furcsább nekem ez a sziget. Igen, nekem is. Matyika is remek búvár volt. Emlékszem, Balázs, hogy megfulladtam? Nézzünk körbe. Látjátok, milyen érdekes? Csak a szigeten keresztül. Csak a szigeten körbe, így van. Itt egy hajó. Hopp, egy hajó. Az előbb is volt, még egy hajó. Igen. Tony, nem tudom, hogy... Ott van valami, ott ki tudunk kötni, nem? Várja, csak itt a bójákat akarom követni, hát valamihez vezethez.
lehet, hogy csak ezt akarja jelezni, hogy itt van valami. De igen, ez csak a sziget. Vagy... Jaj. Itt felmegyünk. Itt felmegyünk? Vigyázzatok, srácok. Megyünk várjál. Óvatosan. Ez érdekes. Vigyázzatok, szálljunk ki. Szálljunk ki. Várjatok. Föl tudtok ott menni? Ha lehet. Skacok. Gyertek fel. Köszi Kovács Milán, a villám a fény, ne idegesíts! Köszönöm a támogatást! Azt a... Hajókkal ma nem biztos, hogy visszajutunk, fiúk! Lehet, ez kell, de... A hullámok elviszik! Jó, világosodik. Jó, elmegy a vihar. Ez a Kobi, ez egy állat amúgy! Nyomjatok egy lájkot, ha tetszik! Aszta. Kinek kell kaja? Nekem. Adom. Köszönöm szépen. Figyelj, óvatosan, fegyvert a kézbe! Ez jó megérkezés volt! Hol van Tony? Ó, ott van egy szám. Nem tudom. De mindegy, ki az itt van? Az komolyabb. Menjünk fel, nézd. Az, nem tudom, chat. Nem tudom, chat, mi ez a sziget. Kiráz a hideg! Lenni közelemben főnökén megvédeni. Rendben, szép munka, ninja. Mi ez, fiúk? Ne szórakozzatok, mert fejbe lölek titeket! Hát, kiabálok, akkor biztos, hogy... Azt nem én voltam. Hallod, Pali, ez olyan, hogy a bázis amúgy lakott. Úgy néz ki. Valami nagy ágyuk lehettek itt, vagy mit? Szerintem hát, lőszerek vannak ezekbe a dolgokba. Főnök, itt jó lenne itt a bázisnál lakni. Igen, na, mire beérünk a városba, megőszülünk. Gyertek. És hallod, Matyi? Igen. Szerintem... Op, ez mi volt? Nem tudom. Hallottad? Ilyen üvegrecsegés volt. Ezt én is hallottam. Itt valami doboz szétnyomtak volna. De itt van valaki, ha jó srácok, hát itt van. Lehet, megtaláltuk a szerintem lőszerek vannak, hát bízom benne. Hát nincs nálam az arajrevó. Lehet, itt vannak. Kövesd a napot, látod? De nincs nálam az arajrevó. És csak úgy hirtelen kisütött a nap, ez nem gyanús neked? De. Ez durva lesz. Mit kezdjünk ezekkel a palackokkal? Csak itt össze-vissza. Hát, hogy ne fulladjunk meg a hullámon. Ah, ez mi volt, ez már megint? Mi volt? Felmásszunk? Valaki nézze meg, mi van fönt, jó? Hát nem tudom. Várj, mondja, hogy a fölmenet, nincs a fegyverem. Nem tudsz fölmenni? Nem állsz fel. Jó, akkor nem más. Akkor valaki figyel minket. Most fel lenne valaki. Mondjam, keressünk tovább, fiúk, keressünk tovább. Látsz. Aki kemény, felmászik. Ott van egy hajó. Önök, fel tudom menni, ha kell. Azt, mi lesz ebből? Ajna. Itt ezen a hajón esetleg? Nézzük meg. Ott már van valaki. Jó, majd ő megnézi. Szóval mindegy. Hangolj felmászni. És oda föl ahhoz a cucchoz. Azt szar. A főnök szerintem ott lesz fönn. Nem tudom. Lehet most kellene követni egyébként a napot? Lehet. És mi van, hogyha le kéne mennünk a víz alá? És azért van. Várjál, mert mondd valamit, hogy megtalált a szláva. Kicsit nézzünk már le szerintem. Szörf. Mi van? Maradjunk egy helybe és csak hallgatózz. Azt mondom, hogy menjünk le a víz alá szerintem, aztán nézzünk fel. Mit mondott, szörföt?
Nem tudom, valami S betűs. Szörnyű. Nyomjatok egy lájkot, ha tetszik. Valamit találtam, főnök, valamit találtam, gyerte. Ugarj! Én sem értem. Aszta, mi az ez? Aszta! Nem á! Főnök, itt lesz. Jó, oké, oké. Nem biztos, de úgy néz ki, nyitva van. Ha! Ez nagyon úgy néz ki, hogy nyitva van. Óvatosan, fiúk, óvatosan. Az igen, mi van itt? Mik ezek a szépen? Itt ez a sas. Elvileg ott vannak hátul, nem biztos, de lehet, hogy itt vannak. Ide mély. Hát ez mély, ide nem, ide lehet, ide kéne lemerülni. Hát. Nem, szerintem már feljönni meg nem tud. Oh. Baszta, mennyi arany! Ne idegesítsetek már, mennyi arany! Várjatok, várjatok, várjatok! Itt beszélgetnek. Itt van. Hallom. Mennyi arany! Úsz! Úsz! Ajaj, lehet, hogy meg kéne úsznunk, srácok. De, de ott, ott nem tudunk följönni, ahol... Nem tudsz feljönni sehogy. De van létre, ott van a létre. Létre? Hol van létre? Akkor ott ússzunk le. Létre, nézzük meg. Itt akkor menjünk. Basszus, itt, itt egy létre, így van. Nézzük meg. Nézzük meg. Egyszer egy mindegy. Jaj. Hát ez semmi. Jó, hát semmi, nem ez aki az, aki ez van, ez a lélegeztető van. Ez nem az. Menj vissza. Itt a létre. Vissza. Megyek. Pedig, acit pedig hallottam, most sukkodok valami. Szláva? Akkor mehet a gyerünk. Mint egy film! Igen. Gyerünk, fiúk. Ugrok. Ott, látod? Ez mi? Szerintem a legaljára. Aszta! Itt az admin is! Azt a mindenit. Azt a... Ez miért ilyen mély? Mi a... Mi ez? Ne hozz rájuk szégyen. Ez az öreg ember volt? Nézzétek ma azokat a világításokat. Ne hozz rájuk szégyen. Azta! Van levegő. Búvármazba vagyunk. Hallod, Matyi, ezt a hangot? Hallom, mintha az öreg hangja lenne, nem? De, szerintem is az öreg hangja. F.I.B. Ilyen helikopterünk van, nem? Igen, igen. Hallod, de amúgy hallottad ezt a hangot? Matyi? Hallottam, az öregre emlékeztem. Igen, az öregre, én is azt néztem. Ez egy űrhajó. Ez egy űrhajó? Ez az Azta mindenit. Nem á! Víz alatt, hogy beszélünk, tényleg. Ilyen, micsoda csövön. Tényleg, víz alatt nem tudunk. Hol vannak a többiek? Mik ezek? Tojások? Ez egy gyűrhajó. Hogy kell főfele menni? Jó, így. Hogy kell főfele menni? Ja, így, így. Így csak le... Menjek alá. Shift! Shift, hát azt...
Jó. S és Shift, jó. Okés. Nem tudom, mi van itt. Köszönöm chat. Köszönöm Ákosnak is. Nézzünk alá akkor. Ez a Predatorra hasonlít, nem? Be lehet menni az űrhajóba szerintetek, chat? Nem tudom, nem enged tovább. Nem enged tovább. Nem tudok bemenni. Viszont a többiek azok hol vannak? Nem enged. De menjünk felfele. Jó, felmegyünk. Nem tudok főmenni. Jó. Főmegyünk. Többiek merre vannak? Jönnek főfele a többiek is. Megbeszéljük, hogy mit láttunk. Lemerülünk még egyszer, hogyha lesz valami. Köszönöm, hogy itt vagytok. Aki tag lesz, 2 darab dedikálókártyát kap, köszönöm, és a támogatást is. Nem tudtam bemenni az űrhajóba. Ne hozz rájuk szégyent, ezt mondta az öreg. Igen, így van. Ott a lépcső. Mi van, fiúk? Na mi volt? Önnek elég furcsa dolgok történtek. Miket láttál? Én egy gyűrhajót láttam és rengeteg tojást. Képzelj, hogy megsütötte a Napa szigetet, és voltak olyan hangok, hogy mintha kövesd a napot, hogy meglásd a fényt, ezt, valami ilyesmi jelmondatok voltak, de nagyon, nagyon furcsa hangon szóltak. Az a idős hang, ami előbb is? Jaja, valami az öreg. Az öreg. Sziget, nagyon lehet, ilyen, a sziget, nagyon lihegve. De melyik hát, öreg? Milyen öreg? Hát aki, tudod, aki a revolt... fatelepen volt. Igen, a remete? A remete, azaz. A szálláma még hozzá. De az meghalt, nem? De a szálláma még hozzá beszélhet, nem? Az érdekes. Ez egy gyűrhajó volt lent amúgy, fiúk. Menjünk át a szigetre, vagy mi? És azt mondta, azt a hangot hallottam közben a fejemben, hogy ne hozz rám szégyent. Igen, ezt én is hallottam. Ez mi? Hogyan tovább, szerinted? Nem tudom, mikor hallottátok azt, hogy kövesd a napot, hogy meglásd a fényt? Itt tényleg kinn a pölc van épp, vagy nem tudom, a vektor. Nézzünk ki akkor. Látasz kinn a nap. Jaj. Figyeljetek, legyen az, fegyverekkel kinézünk, jó? Jó, nehogy itt legyen valaki, jó? Te maradj hátul. Jó. Okosan, szépen, sorba. Okatosba. Szépen, gyertek. Nem sietünk sehova. És mi van, ha a legnagyobb pontra gondoltak? Ugat, és nincs egy darab pont. Sőt, itt van. Magasabbra. Aha. Van még valakinek darab fegyver? Most ott van a izé, van az a nagy fa. Sincsen fegyver. Ott fenn a magasba, lehet, hogy oda kéne felsétálni, én nem tudom. Megint sötét van. Nézd, ott van az a nagy fa. Hol? Ott fenn, nézd. Ott. Aha.
Oda föl lehet jutni valahogy? Hát biztos. Próbálj. Itt az oldalán, gyere ki. Próbáljuk ki. Itt az oldalán. Sát, ez kicsoda, hogy ott fönt, ez velük, a szellem. Szellem, ő az admin. Hol? Ott fönt a kont. És mi az? Ez mi volt? Vissza. Fedezzék be. Leszedte a fülem, mennyi? Hallod, én tudom, mit láttam. Valaki meghalt. A sziklánál fönn voltak rakéta. Várjátok, nyugi. Leesett a fülem, leesett. Valaki meghalt, fiúk. Egy társunk oda veszett. Egyetlen egy? Igen. Meg a fülem. Figyeljetek, srácok. Vissza. Így is csak egy fülem volt, gyerekek. Megsüketültem egy kicsit. Várjátok, bombázok minket. Álljátok el onnan. Fú, basszus. Baszta minden. Ezt majd nézzétek vissza. Hát ez nem a békesziget. Nem menj ki. Ez nem a békesziget. Hát ez nem a békesziget. Ez egy akkora mesé. Ez a bosszú szigete. Ez nekem nem biztos, tetszik, fiúk. Biztos nem menjek ki. Biztos, ne menjék ki. Jó. Hát, sivasan menekülnek. Itt nem Chris Advice az Isten, hanem Boss Advice. Jön le valaki. Elvileg. Nyugi, ne lőjetek egyelőre. Ne lőjetek. Főnök, menj ki oldalra, mert be ide beküld egy rakétát, akkor... Gyere ide be. Ne lőjetek, fiúk. Mennyibe főnök, oda. Főnök, ha fedezzék, bájon. Helyezkedjünk el, Robin, egy táj. Mi van, hogyha fel a menj a kezel, akkor menj. Srácok, ne egy helyen gyűjjünk, helyezkedjünk el. Nem jó? Megyek ki és fel a kezem a kezem. Nem jó, várjál Dominik, ne akarjátok kimenni sehova. Jó. Dominik, ne egy helyen legyünk, mennyire másfél, mindenki. Dominik, menj egy kicsit arrébb, légy szíves. Micsoda? Menj egy kicsit arra, hogy légy szíves. Helyezkedjetek el, kemény lesz chat. Fedjük le a területet. Tetszik a live chat? De le foglak így ütni, hallod? Menj arra. Nem tudom. Valakinek biztos ki kéne néznie. Hogy mi van odakint. Aurelio, hallasz? Aurelio. Megnézem. Asztá! Most akartalak kiküldeni, majdnem a halálba küldtelek, te állat. Kifussa. Nyugi. Jöjjök! Hol van Tony? Vigyázzatok! Vigyázz, nehogy belőjön ide! De mit tudod, nekünk annyi? Ide próbálkozik szerintem. Igen. Úristen, mi volt már, te jó is. Matyi, te bújjál itt. Álmodunk egyen, ám. Ez mi lesz, fiúk? Hát csak kijárat nincs, srácok. Hallod, Pali? Szerintem az akna biztos. Akna? Hát ha ilyen nagy bunker, érted? Én a világháború idején építhették. Hát ez nagyon durva, hogy tele van lőszere, meg aranyja, meg mindenne. Igen. Nem tudom most így. Ez nagyon kemény! Csatornatag lenni? Csatlakozás vagy leírás második sora? Szerintem a fejedre nem kellett volna. Hát nem tudom. Egy ember menjen ki, aki nem félti az életét. Aki feláldozom magam. Ne a fejed után menjél, te állat! Aurélia, nincs fegyver lehetőleg. Nálam nincs, én feláldozom magam. Carlos, óvatosan, és rak fel a kezedet, jó? Rendben. Várjátok, akkor fel. Hé, most ők valami. Várj, én megyek ide akkor. Nekem nincs a semmi. Jó, menj akkor, menj, nézzék körbe. Tedd fel a kezed, te állat. Bátor vagyok nálam. Nézzétek, hogy mi történik velem. Kik, egy ember! Bújja. Gyere ide a zsák mögé. Dominik, mit látsz odakint? Megváltós póló van a leírásban, okay. Csak. Nem hiszem. Mi van ott, fiúk? Elvileg rádion azt mondja, nézz körbe, egyelőre semmit nem lát. Jó. Menjek én? Van helyzet, Dominik. Nem kell. Nem, egy elég. Na, hogy kettő ember halljon meg. Majd visszanézhető lesz a live. Légy szíves. Egy kis kaját. Nem is kell, nehogy éjjel halljak.
Tehát a kajával kellett készülni. Hát... Nem gondoltam volna, hogy ekkora túra lesz. Én ez sem. Az. Köszönöm szépen. Nincs mit. Oké, oké, Dominik. Jó vagy, eddig jó. Pumpám! Eddig nem bántották. Megél a szerencsére. Próbálj kicsit jobban körbenézni, mert itt az ajtó előtt mászkálsz, lehet, hogy nem tudjuk meg, hogy mi van egyetek. Kimányak én is. Aurélio, van nálad fegyver? Van nálam egy kis piszta, ezt odaadom valakinek. Helikopter, helikopter! Várjál, várjál, Nyugi! Ide adod nekem, nálam nyugi. Nincsen. Persze, odaadom. Nézd meg, hogy leszáll-e, vagy mi a helyzet. Nem tud, nem a miénk kellek, Dominik. Nézd körbe. Mi van, ha Tony jön? Tony, hát ő rádiózna róla. Visszaadom, amint. Szerintem megfulladt az az állat. Visszaadom, amint visszajöttem. Oké, kimenjek, odaadtam a fegyvermet. Igen, nézd. És folyamatlan. Macikát, nem tudom kiküldeni. Jó, Aurélio is kiment. Kiküldjük, majd én maradok a legvégén egyedül. Mi van, fiúk? Nyugi. Nem tudjuk mi. Ez kemény lesz. Köszönöm a lájkokat, támogatást, tagsolatot, akinek tetszik a live és legyen hasonló, nyomjatok egy lájkot. Ezek nagyon jó RP. Ki jött a mentős főni? Mentő. Ki jött a mentős ide? Milyen mentős? Ki? Hát ez egy igazán jó kérdés. Menjünk egyesével kifele elvileg, azt mondja. Jó, nyugi fiúk. Ez most... Ne, vissza, várj. Most kimenjünk, vagy nem menjünk? Menjünk ki. De most ez komoly, hogy ki jött ide a mentős. Ne gyertek ki. Ki jött ide a mentős? Megváltók hagyaték. Lehet Gábor. Víz alatt. Már lementünk a víz alá. Már voltunk a víz alatt. Majd nézzétek vissza. Dominik, mozgás lát valahol. Igen. Nagyon nyugi. Helikoptert hallok. Ez lehet mentős. Azt a megint! Úristen. Elhallgatott a helikopter. Lehet lerobbantotta. Nem, mert az még száll. Srácok, látok egy ember, igen, mindig igen, ott igen, volt. Igen, van egy ember kint. Hol van? Látok, köszi, Béci! Rám, ide rövétával, de ment, kedves és... vagy, köszönöm, hogy itt de vagy. Várjátok, megyek. Jó munkát! Béci, itt a nagy izgalmakba itt donétesz. Köszönöm Pityesznek is, izgalmi donétek következnek. Köszönöm. Ez srácok, ez Tomé óriási. Ezt nem hiszem el, teljesen ki vagyok borúkon. ASZTA! Valaki meghalt, fiúk! Mikaja, Dominik nagyon szepült. Valaki meghalt, ki halt meg? Dominik szerintem. ASZTA! Jó, Dominiknek annyi, nem megyek ki többet. Nézek hátsó járatot, nézek hátsó. Nézzetek hátul körbe, oké Róka, nézzé hátsó kijáratot. Sziasztok! Nem tűntem el csak 4 napig meló miatt, offos délutános, én nem voltam elvonom, mint Ri. Ez itt nagyon nagy baj. Ez nagyon nagy baj, ha csak itt tudunk kimenni. Valaki, szerkezetet csináltuk. Kimegyünk ezen a beton ajtón, és balra van egy ember a szikláknál, ott van. De mit akar tőlünk? Hát lelőtték Dominikot is most. Akkor aki kimegy, mindenkit kinyírnak. És látod, mi lenne, ha kiírnánk ide a üzenőfalra, hogy tárgyalni akarunk, vagy nem tudom. Ki írja? A szellemekkel akarsz tárgyalni? Ezeknek semmi se szent. Most valaki oda veszel inkább. Lent, sehol semmi hátsó járat. Mit mondasz? Próbáljuk meg még egyszer lemerülni, igen, szerintem is. Próbáljuk meg még egyszer? Nézzük meg. Nézzük, próbáljuk meg azt, hát ha van annak az űrhajónak valami bejárat. Vagy itt fönt valamelyik ajtó kinyílik magának? Szedjem. Az űrhajónak lehet, hogy van egy bejárata, nem? Igen, én is azon gondolom. Mert nekem egyik ajtósa nyílt ki itt fönt, neked kinyílik? Úgy van az, hogy 10. Várjátok, fiúk. Főnök úr. Igen, mondjad, Ninja. Máshonnan nem tudjuk megnézni, hogy ki van az udvaron? Például a tetőről, vagy valahol? Nem ismerem a helyet. Nem ismerem. Egyszerűen meg nem talált senki sem másik kijáratot. Ez egy nagy széf. Látjátok az ajtót, milyen biztonságos. Nézzétek meg, ezen, ha nincs kinyitva, ezen nem jön át senki. Hát az biztos. Ez nagyon durva, és ez az egy bejárat. Egy ilyen helynek? Hát figyelj meg! Nem azt mondom, főnök. Itt a kis ajtókat nem tudod megnézni. Nézzük meg. Tudni, te mit keresel itt? Bazd meg, nem tudok úszni, most jöttem rá. Hát hogy? Te
állat! Úszni, azt hittem, hogy valami bajod esett. Beugrottam ez az állat Aurélió után, aztán beugrottam, azt elfelejtettem, hogy nem tudok úszni. Azt a te állat, de örülök, hogy itt vagy. De viszont volt nálam, hogy az rávadott egy ilyen palackot, de aztán... Elveszett? Jó, figyeljetek, hát akkor ti... Hát följöttem, azt itt, itt fönt maradjatok. Jó, akinél nincs palack, akinél palack van, lemerülünk újra, megnézzük. De mi volt? Valamit mondjatok. Hallod, egy űrhajó van itt, Tony, képzeld el. FIB-s űrhajó. FIB-s, és olyan helikopterünk van. Szóval valaki ott bújik a sarokba? Na. Hol? Ne idegesítsé. Fogjatok rá fegyvert. Na te marha. Na te marha! Kéne nézni. Ez nagyon komoly hely. Ott ült benne a sarokba, ott ült benne. Itt hol? Ült a sarokba. Ott. Kilőtt fiúk! Én lőttem, hogy lássa, hogy hol van, itt, hol ült. De beszartam. Nyugi. Én nagyon befost. Valaki ült Kilőtt. Ez már nem volt szerintem. Ne lőjetek, fiúk! Az ajtó lőnek, az ajtó keresztül. Nem mi vagyunk. Jó, figyeljetek, lőjétek le, hogyha lő. Ha rátok lő, akkor lőjétek le. Valaki lő... Figyelj! Öcsi... Hol van? Egy ember van az ajtónál és lő be rá. De Tony oda ment! Azt mondja most a... Tony lövődözik! A pál. Jézus! Az megint beleugrott a vízbe! Ez megint meg fog fulladni! Fönnek én lemegyek, körbenézek. Jó, figyeljetek. Visszaadom a fegyvered, Aurelio. Maradj itt, Matyi. Nagyon megijedtem. Főnök, nagyon megijedtem, hajj. Nincs célkereszt. Ott ül valaki. Hol? Ilyen sarokba, hát... Hát... Azt nézzétek, hogy ki. Most nem, hanem ott ült. Érték. Tomás, mi van? Érték. Mi van, Tomás? Tomás! 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 Összeesett és meghalt ez az állat! Tomás! Összeesett és meghalt! Ezt nem hiszem el. Biztos megint éhezett. Éhe halhatott! Tomás, mi van? Tomás, haló? Éhen halt szerintem. Hát ezt nem hiszem el. Ezt én sem hiszem el. Megpróbálom megpofozni egy picit, hát a magához itt ért. Rendben, Tomás. Úristen. Te mit csinálsz itt el? Te is é... Ő is éhen halt! Nem, ez biztos, hogy nem éhen halás. Ennyien azért ez kicsit durva. Chat, ez durva. Úristen. Ez nem tetszik nekem. Merülni kéne, vagy nem tudom. Próbáljuk. Igen. Öt én ütli le, miközben lőttem, besételtem. Ja, te ütötted le? Aha, véletlen, besételtem. Akker, de a fegyverek így nagyon elhullanak. Én nem akartam csak besételni elém. Persze, ez velem is előfordult, már ne aggódj. Nem tudok semmit se kezdeni, Tamással. Merüljünk még egyet. Oké. Okay. Addig a többiek fedezzék itt fönt a helyet. Aki van palack, az merüljön. Igen. Így van, aki van palack, merülés. Merülünk még egyet. Nincs célkereszt most. Merülünk még egyet, chat. Nyomjatok egy lájkot, ha tetszik a live. Köszönöm, hogy itt vagytok. Ott van valaki. Ott ki az? Az Tony? Va! Ez a fény az előbb volt. Volt ez a fény az előbb, chat? Nem tudok lejjebb ereszkedni.
tudok rámenni. Elkap egy cápa vagy valami kutyámajom, akkor mit csinálok? Nagyon megfejeltem. Nem lehet beúszni, chat. Kutyámajom. Answer a play a házvestő, elszaladt a sokkolójé. Nincs itt semmi, chat. Főnök, hol engem? Lefele lehet még venni, lefele. Azt a valamit kellene meg. Nem tudok tovább menni. Lefelé, nem tudok lefelé menni. Önök. Igen. Igen. Lefele lehet még menni, főnök. Nem bírok. Én pedig lehet, hogy kicsit kijebb buszik innen a izéből, ebből a részből. Köszi Bence Dávid, mit keresünk? Azt még én sem tudom. Érkezett, ezt nem hiszem el. Teljesen ki vagyok borúva, lesz mit enni. Szia Dani, most mit kerestek? Nem tudok más, nem látom, hogy hol lehet lemenni. Megnézhetitek az Instagramomon, hogy ki a besugó a legutolsó képen. Nazdani 0411. Jó, főmegyek. Itt nem tudunk mit... Nem tudunk mit keresni. Főmegyünk, nem tudunk bemenni oda. Ami ott van középen. Nem jó. Eltévedtem. Eltévedtem. Nagyon eltévedtem. Szerintem nagyon eltévedtem. Szerintem én nagyon rátoltam a kabátra. Nem látok semmit. Köszönöm Kali Mainz! A csatorna tagságot, e-mail címet kérek szépen. Cset, én eltévedtem. E-mail címet kérek szépen az új tagunktól. Az űrhajó alatt vagyok, nem? Visszajöttem. Visszajöttem. Tényleg bug volt akkor. Vissza tudod adni a többiekhez? Fény. Fény az alábugoltam. Jaj, jaj.
mindjárt visszadobnak szerintem oda. Mert bug volt. Köszönöm a 305 tagot, e-mail címet kérek szépen. Igen, igen, mert bebagoltam. Oda bagoltam. Köszi Kali Mainx a tagságodat. 2 darab dedikáló kártyát fogsz kapni. Nem tudom. Nem tudom most mi lesz. Nem tudom most hol vannak a többiek és hogy miért ide küldtek. És hogy mi az a helikopter. Hello! Itt vagy? Hello főnök, ha én úszom lefele még azon lejjebb, lejjebb tudtam úszni és kidobott itt. Engem is itt dobott ki. Hát de ez most mi? Nem tudom, többiek merre vannak? Ott maradtak? Jó páron meghaltak. Meghaltak? Aha. Nem lesz jó. Hát így nem. Ott egy helikopter is. Látom. Nézzünk be a házba, azt mondjátok. Ja, itt vagyunk, jó. Köszi! Azt nem értem. Ez most kicsoda? Szia, jó játékot! Szia, köszönjük szépen! Hello, hello! Szia! Gyere! Oda megijedtem tőle. Most hol vagyunk? Ja, ott kell lemenni. Jó. Nem tudom, hol kell lemenni. Pszichó? De hol kell lemenni, chat? Hombi! Ja, köszi, köszi. Hello. Szia, köszi. Hello, jó játékot. Köszi. Jó. Itt vagyok, itt vagyok, itt vagyok. Mi történt? Úsztam lefele és volt egy kis galiba. Mi volt itt, fiúk? Hányan vagyunk? Semmit. Láttunk egy embert, főnök. Igen, hol? Ott hátul, de eltűnt. Menjünk akkor vissza. Jó, oké. Okay. Ezt-e. Hányan haltak meg? Mi a franc? Köszönjük! Köszönjük az adminoknak. Leesett valaki. Tony már megint megfulladt szerintem. Valamit hallottam! Itt volt, Matyi. Itt valakit hallottam. Egyébként itt, itt nem lehet feljebb, ne? Valakit hallottam, fiúk. Igen. Főnök úr. Várjatok. Főnök. Igen. Mi lenne, ha követnénk a napot? Mert úgyis azt mondogatják, hogy kövessük a napot. Egyszer minden, hogyha hallgatnánk. Várjatok, el. Hallottam valakit. Kit? Lehoz rájuk szégyent. Hallottátok ti is? Igen. Lehoz rájuk szégyent. És ez az öreg volt. Nem bírom ki, mennyi arany fiúk, ezt minden be kéne pakolni, ezt elvinni. Hát, nincs kocsink, vagy egy... Én újraélek. Motorcsom, hozzá. Jó napot, főnök, újra itt vagyok. Hello, örülök. Remélem, 4:49-ig végzünk, chat. Be van zárva, lehet, hogy be van zárva az öreg? Na? Nem tudom. Követni kéne a napot. Nem tudom. Menjünk ki. A víz kívülről sokkal mélyebb. A víz kívülről sokkal mélyebb. Kívül kell lemerülni, fiú. Kifelé, kifelé. Carlos, leessé. Hello, homis, te állat. Cá, megékedsz a miniszt, zenni, akkor ide dobott. Oké, oké. Le kell merülnünk, le kell merülnünk, de te, Hobbis, te nem tudsz így lemerülni. Hát ez tudod, ilyen makikólom van, és ez a retok. Fiúk, valami merülési helyet kell. Kövessetek. Én akkor fedezek felőlőd. Jó, Hobbis.
Láncban vala. Nem tudom nyújti. Nem tudom. Na hát itt akkor nem. Ugrás. Mi? Itt merülünk? Hát nem tudom. Hát lemegyek, azt majd följövök, hogy minden. Jó, oké, nézd meg. Kíváncsi vagyok. Ő lehetne minden, kellett volna, meg nem tudunk ott följönni. Úristen! Igen. Úristen, milyen oda, meredek? Ahol leraktuk a hajót. Igen, gyertek. Jó, gyertek. Tudod, hogy nem crashelünk chat amúgy most már. Számolom, mi ez a világító fény? Úristen. Hehehe. Csak főnök amúgy. Hello, mi újság? Új lohád lett. Persze, látod? Tiszta stylist. Mert szerzek pár fegyvert, hogy most akkor adzom. Okay. Igen. Hallod, gyere ide. Na, mondza. Már üljünk itt, fiúk. Igen, próbáljuk meg. Mit kell. Nagy levegő. Ez meg mi? Chat. Hogy kell úgy, hogy ne lefele ússzak, hanem így... Hogy? Ne. Hogy előrefele. Értitek? Ja jó, a W-t meg az S-t le kell nyomni egyszerre. Nézzünk el arra. Nagyon komoly. Ez nagyon komoly chat. '96. Csillagromboló, azt mondjátok? Én izgulok. Bejárat chat. Na, nem arra. Nem arra. De miért arra mész? De miért arra mész? Nem tudom irányítani az emberemet. Nem tudok bemenni. Nem enged be chat. Pali. Igen? Mi legyen? Nem tudom, nézzünk még durvábban körül. Oké. Okay. Na, elfáradt az egyik kezem, vagy mi van? Nem értem.
Az ott mi fönt? Nem értem. Most főfele megyek. Én nem sokára meghalok szerintem. Fő kell mennem. Szerintem nem sokára meghalok. Hát alig... Ja, mutat... Ja, nem, mutattam. Nem tudom, mi van. B. Itt kaki RP-t nyomok mindjárt. Nem értem, chat. Itt kimenni biztos nem fogunk. Itt kimenni biztos nem fogunk. Kezdünk belejönni a búvárkodásba amúgy. Menjek legallóra. Nézzük meg, mi van legalló, de hát... Nem tudtunk bemenni. Hol van a kép a tégláról? Hát nézd meg! Nyomjatok egy lájkot, ha tetszik. Fogalmam sincs. Nincs fent Instán? Én ülök a rendőrautóba. Ez csak egy poén volt. Ez így... Jaj, de megijedtem, te állat! Nem értem. Nem tudom, hol ugrottunk le. Én meg itt... Egy óráig néztem. Nem, felmegyünk, megkérdezzük a többieket, mi a helyzet. Enni is kell. De nem tudtam bemenni tegnap se, vagy a, tegnap az előbb se nem tudtam bemenni. 96-ban születtem, az igaz? Hiába megyek lejjebb, nincs ott semmi. Ja, hát én lejjebb megyek nektek, hogyha kell, de... De lentem nincs semmi, megint az lesz, mint az előbb. Nem, hiába megyek lejjebb, amúgy írjátok, hogy menjek lejjebb, de hiába, ott nem lesz semmi. Biztos, hogy nem. De volt bejárat, de nem engedett be a bejáraton. Itt hiába, itt nem lesz semmi, chat. Itt meg nem tudok bemenni. Itt nem tudok bemenni, előbb se bírtam bemenni, mindjárt megmutatom nektek. Alig látok valamit. Nem tudom, a többiek hol lehetnek.
Mondjuk... Aha. Aha. Megyünk fel. Ilyen fogunk halni. Nem találok itt semmit. Szerintem ezt csak meg kellett nézni. Ezt csak meg kellett nézni. Van egy kis laggunk. Valami nagyon lefogja az OBS-t. Ne tezzetek, Ádi! Újra kiindítom az OBS chat, mert nagyon rossz. Nagyon lezabálja valami. Köszönöm, KSB Music. Már jött. És remélem jó lesz. Köszi Roland! Anya hajón volt? Nem tudom. Ez kemény lesz. Hello. Köszönöm Roland. Most jó. Megérkeztünk ide. Többiek nem tudom. Köszönöm a támogatásokat. Donét érkezett, ezt nem hiszem el. Teljesen na. Ki vagyok borúva, lesz mit enni. Ez a 96 az anyahajón volt. Na, nem bírok főmenni. Nem lemerüljél, te állat. Te állat, itt a hajónk, jó. Na most egyedül maradtam. Az a gáz, hogy egyedül maradtam. Nem, itt vannak a többiek. Pali. Na Mizu fiú! Haló. Robbantgattam. Az mi volt? Mi? Nézzétek, hol? Ha egy drón. Hol? Tehát nem látja? Az mi? Semmi. Összeállt a kép szerintem. Na, mondja Szláva. Hát figyelj, az a helyzet, hogy van még egy ilyen épület. Valamit oda, ahol benn voltunk, az a bázis. Igen. És ezt tudják itt a srácok is már van, oda kéne esetleg elnézni. Hát, ha ott van valami nyom. Jó, rendben, menjünk. Nem tudom, mivel megyünk igazából, mert... Van itt egy motorcónak, gyertek. Még egy fél órát tudok maradni a városba, azt még megnézzük, és akkor utána folytatjuk tovább, jó? Következő nap. Jó. Nézzük meg. Ennek, mert esküvői tanú leszek. Jó. Megyünk. Kíváncsi leszek ebben kapcsolatban. Ez durva. Ezt a mi ez? Mi ez? Melyik az a hely, amire én gondolok? Micsoda? A főnök. Tudod, melyik helyre gondolok? Nem, most nem nagyon. A laboratórium. Igen. Ott is telibe ugyanezek vannak. Megyünk oda? Igen. Jó. Gyere a hajóba. Jó. Gyere, Matyi. Aztán. Szállj be. Engem engedjetek be. Barni szállj ki. Nekem mindegy valaki. Jó, iszunk. Hova menjünk? Majd... Vágott, hol van a laboratórium. Ez durva, ezt majd nézzétek vissza. Gondolkodjatok rajta, holnap lesz live. Nem biztos, hogy holnap nyomozásra tudjuk folytatni, lehet kiraboljuk itt majd a hajót. Mert ez komitól is függ. És nem tudjuk, gondolkodjatok rajta, hogy mi ez. Nézzétek meg itt a kis arany. Meg lesz van 310 csatorna tagunk? F2-vel. Esküvői tanul. Nem, most csak az adatokat viszem és megbeszéljük. Egy főnök, Farid. Igen? Figyeljétek, ott a nap. Hol? Igen, arra van a nap, látom. Nézzétek már. Többiek el tudnak jönni onnan? Elvileg igen, szerintem van még ott mozott, csak hát talán, hogy négyen mentünk. Sose szokott így sütni a nap, vagy de? Nem nagyon láttam még. Elég szeles időnk volt az előbb.
Ez érdekes. Köszönöm, hogy itt vagytok. Mai videót nézzétek meg. Nem jó, Bogi. Ez mi? Vitorlás hajó, vagy mi ez? Az egy tényleg. Itt ez a laboratórium. Aha, nézzük igen. Meg. És a nap is erre mutat. Így van. Beparkolunk valami. Oké. Okay. Hát kicsit jó. Előrébb, vagy mindegy. Kiviszi a partra. Jaj, ne. Nem baj. Gyertek, fiúk, gyertek kicsit körém. Fegyverrel megyünk be, jó? Na jó. Oké. Menjetek előre, fiúk, nézzétek meg, mi van ott. Jó, megyünk ketten, bölénnyel, megyünk ketten előre. Para. Nem fog tudni bemenni. Alt F4, gyerekek, ez ősrégi poén. Ezt még a gyerekek írják, aki azt hiszi, hogy poén. Akkor megkerüljük gyorsan. Arra meg tudjuk kerülni. Jó, főnöknek legyen ideje, gyertek. Jó. Aranyrabó nincs itt. Viszket a hátam. Megvakarom. Mégpedig ott, ahol én akarom. Voltunk itt már, Pali, emlékszel? Émlik valami, de nem tudom mikor, még régen, nem? Igen. Még annó a Ricsnek itt karcolták bele a hátra. Tényleg! Így már tudom. Jó. Érdekes lesz. Emlékeztek Ricsre? Itt karcoltuk bele a dolgokat. Az is jó volt. Itt ismertem meg? Nem hiszem, nem tudom mi ez itt. Óvatosan. Figyeljetek. Nektek van célzó a fegyvereteken? Ellopták. Eltűnt. Akkor így lövünk, ha kell lőni. Hogy nem emlékel. Érdekes nap ez egyenlőre. Ez nagyon. Igen. Humán. Admin keresés. Bölénye mi van? Viszont a más irányból került. Ja, oké. Itt a bejárat úgy tudom. Jó, nézzünk be. Jó kezek a live-ok, srácok, lányok, nem? Remélem tetszik nektek, nyomjatok egy lájkot, ha igen. A lövőre bemenjek? Menjél, persze, hogy menjél. Próbáljuk menjél, meg. Menjél. Látod, telibe ugyanolyan a hely. Igen. Ja, jöhettek. Itt kéne körülnézni. Igen. Jújha. Nem ajánlom, Tamás, mert tegnap is aki MG-zett 1200 közmunkát kapott. Azt de megijedtem. Ez nem egy hákú, itt lehet valami craftolni, nem? Nem tudom. Járjuk körbe. Pali, járjuk körbe. Jó. Érdekes dolgok. Baszt, ne! Ez mi volt? Hallottam, ez megint az öreg. Itt is itt van a szelleme. Akkor csak nem járunk rossz helyen.
Milyen helyet? Most nyomozunk! Ne féljetek, én is félek. Mi van? Ez micsoda? Nem tudom mi az, fiúk. Hallottátok? Közeledünk. Igen. Hallottam. Egyre erősebben. Akkor... fegyvert kézbe. Hát ez egy lift. Hello. Jó. Mi van? Mi az? Itt a hangokra figyeljetek, jó? Mi az ott, hol? Fiúk? Hol? Itt bent. Mi? Ja, az lámpa, azt hittem lebegott valami. Azt hittem, hogy egy lebegő tojás. Zsákutca, nem? Zsákutca. Ennek az épületnek valahol van egy vége, úgy tudom. Igen, nem a lift a vége egyébként. Tony, te állat! Te mindig felbukkansz! Hallod? Ha na? Nem tudok úszni. Szia, te megint beleugrottál vízbe. Nem tudok úszni. Nem hiszem el. Na merre menjünk, srác? Merre? Hallod, egy állat vagy amúgy. Nem tudok úszni. Gyertek. Fejes megy, de nem tudok úszni. Merre kell menni. Erre mi van? Gyertek. Merre kell menni. Merre mondjam? Gyertek, Sláva, gyertek. Merre? Ez itt mi van erre? Mi? Elmentetek a végéig, gyerekek? Igen. Aha. Biztos? Aha. Lenéztetek a liftbe? Olyan, várjál, srácok! Menjünk visszafele. Vittafele. De miért, Tony, merre van a vége? Gyertek. Tony, ismered a helyet? Hát... itt kezdtük, itt szereztem az első fegyveremet. Azta! Tony Montana. Yeah. Hallod, nem tudok úszni, hát nem térek ki. Hihetetlen amúgy, hihetetlen. Jaj. Sétálj, nyugi, nézzünk be ide is. Rádióznak a srácok. Lesznek ilyen pirulák, vegyük be őket. Rich 2. Vegyük, csináljunk zenét. Na mindjárt várjál, mindjárt egyetlen. Találjuk ugyanis. Ez itt mi? Ez ott a kakihely. Kakihely! Az a vége. Az a vége. Igen, ott volt. Ott voltunk már. Ha már voltatok ott a kogászban, akkor nem tudom mi van. Kemény lesz. Tony a hangulatmestere, így van, az egy állat. Hát ez nem indul. Itt a vége. Hát de itt a... jó, menjen mindenki be a liftbe, próbálj. Hát ha elindul. Na menjünk főfele. Aki, oh, hoppa! Hoppa, aki befigyik a liftbe, az... Nekem kakírni kell. Basta. Hát. Ez nem túl szerencsés a vírus miatt amúgy. Ma gombos akkor. Hanyadikra? Hoppa, várjál. Hatodikra. Ele. Elengedek egy szellős pukit. Nem hallja. Fú, benne. Jó. Na, megjöttünk. Ne, ugyanott vagyunk, de jó. Na, ugyanott, ez az. Minusz egy. Na, ez másik emelet, ugye? Érdekes. Persze, megint másik emelet, igen. Másik emelet, ugyanaz. Igen. Azt, ez a cég ott volt? Ugyanaz a felépítés. Igen, ott volt. Ja, jó. Viszem tovább.
Mutasd magad, te átkozott valami ellenség. Te állat! Te állat! Várj, na, ha valamit hívjad már. Hogy hívjam? Hát mit tudom én, mint a múltkor. Mondd azt a kódot, vagy azt a jelszót, vagy nem. Várj, fütyüljünk neki tényleg, megint. Fütyüljünk. Gyertek, fütyüljünk hátra. Nézd, ez berugott. Melyik a fütyül? Fütyüpisil. Hanyadik a fütyül? A volt tényleg? 342. 342 nincs is. Én csak így tudok. Az fiúfics. Fiúfics. Nézzek, ez már megint egy állat. Aurélió, de ne csinálj. És 342. Nem mond semmit most a szellem. Hát most ez a szellem elaludt most, nem a nincs itt. Itt vagyunk, te állat, gyere elő! Mondd a jelszót, mi lehet a jelszó? Nem hozok szégyent rád! Megrablók, noszatom, hogy ne vagy hol. Nem most napot, már valami lapot kell felmutatni. Kövesd a napot, hogy meglásd a fényt, így van. Sose bízd benne, nem tudom miket mondtak eddig. Ne hozzatok rám szégyent. Ne áruljál minket, nem tudom mit. Ne hozz ránk szégyent. Bárhogy is lenni szúr, itt te megváltok az úr. Az mi a pártáló a földön? Hol? Ja, az a hegesztő, ja. Hát te voltál az. Ja, de jó, oké. Öreg, gyere elő! Papi! Öreg! Hello, Rafi! Öreg, strigó, gyere! Hát ez a rédió! Ez egy beteg állat! Na mi van, öcsém? Na. Arany revó nincs nálam. Hát főnök beégtem, nincs nálad a revó. Nincs. Hiába. Jó, de hogyha nálam lett volna, meghaltam volna. Miért? Elvesztettem volna. Hát ha a majom nem ment meg. Ja. Majom is megmentett, úgyhogy... Nem tudom mi van. Én már nem értem ezt az egész szitút. Én se. Lehet kimegyünk mindjárt. Megyünk, kimegyünk, mindjárt. Az valami. Megint, ja, tuti. Várjátok, itt van egy lépcső. Főnök, de nem lehet felmenni. Rák utca. Ali. Sziasztok. Itt a negyedik hónap, nem? Mi van, te állat? Figyelek közben! Nem, hogy te az első hónapnál lennél, tudod? A csatornatagsága is élek. Te állat. Jaj, pörögtetek eddig is? Én nem volt. Izgultunk, Tony, izgultunk. Miben, hogy itt lesz vala? Miért érzed? Azért ne dolgozz, de. Lassabban. Hát ebben lassabban, gyerekek, lassabban. Csubasztó. Béci, te állat. Csubasztó. Ezek egy szemetek! Ezek egy szemetek! Én majd az ujjammal lehet. Ezt neked mondta Bécsi, hogy az előbb mondtam neked. A donét miatt. Én várom ezeket az embereket. Az mi van meghalva? Ajaj. Mi van meghalva? Meghalt. Ki ez? Pölcman. De miért halt meg? Lehet, elkapták. Nem tudom, de ne tömörüljünk. Figyelsz. Haló. Nézzétek a tető. Ott van fent valaki. Hol? Ott van valaki. Az angyal. Ja, igen, látom. Félrevezet minket. Ja, csak mi vagyunk, jó? De miért halt meg már megint? Ezek a halálesetek nagyon nem tetszenek nekem, hogy a semmiből halnak meg az emberek. Köszi, Bogi! Kedves vagy, köszi. Önök nem tudom, mit piszkáltatok ott a víz alatt, de nem nagyon kellett volna. Hát nem. Földön kívüli ufókat szekálni. Ez nagyon kemény volt.
Nagyon durva volt a víz alatt. De miket találtatok? Hallott kézzel, de tojások voltak lent, ilyen fényes tojások, egy űrhajó. Nagyon komoly volt. Kis zöld űrlények, nem? Ah, űrlényeket nem láttunk. Tudod, hogy nem hiszek bennük. De viszont a hangokat, olyan hangokat hallunk, mintha az öreg lenne amúgy. Csóró. Itt is voltak olyan hangok? Igen, bent, kettőször is. Akkor közel járunk valahogy. Közel járunk, nézzünk ide föl, nem? Köszi, Béci! Köszi, Dávid! Jó, majd nem akkor arra itt van még a kraftej. Nem tudom, de 20 perc múlva el kell hagyni a várost. Úgyhogy majd folytatjuk. Igen. Viszont nézzünk még itt fel. Két donét egymás után, ti állatok! Hát én mondanám azt, hogy a srácoknak királyak vagytok. Most persze... Ne haragudjatok, de tiszta ideg vagyok, hogy nem tudok úszni, úgyhogy... Érted, akkor miért ugrottál valós bele megint a vízbe? Hát mert arra emlékeztem, hogy fejest, az 5-ből 5-es, ahogy ugrok, érted? Azt arra emlékeztem, hogy régen a fejest nagyon ment. De aztán a többi az elveszett a többi része az úszásnak, mint hogy ennyi. Na itt mi a fel? Donét érkezett, ezt nem hiszem el, teljesen ki vagyok borúba, lesz mit enni. Batman, te vagy az a tetőn. De valami jelet adna legalább, vagy nem? Ja, elfogytunk a jelekből. Portra vetett. Este van, úgyhogy nem tudjuk most a fényt követni. Ja. Itt vannak a lámpák. Te jó van. Tedd a sisakodat, neked úgyis nem kopasz fényes. Szláva! Jaj, bocsánat főnök. Védkeztem. Védkeztem! Ott fönt esetleg. Rics, majd nézd végig, nagyon para volt. Az ott micsoda? Megnézem közelebbről. Deja vu érzésem van. Mi ez az autó, ott micsoda főn? Hol? Ott, az autó. Ez lehet nem véletlen van ott. Nézzük ott meg! Nézzük meg! A csomagtartóját én fogom megnézni. Na, jó van. Aki kapja marja. Nem. Fejbe lövöm. Köszi! Dog! Tadi, be kell fizetni úszások te... Azaz. Tudod, kinek volt ilyen autója? Kinek? Richnek? Tonit be kell fizetni úszásoktatásnak. Mi ez? Faszul. Mi ez? Nem merek beleülni, baszol. Várjatok, belenézek. Várjál, főnök! Azt a... Nézd már, mi van a kerekeire írva. Mi van oda írva? Én nem tudom, de én ebben nem merek beleülni. Beleüljek! Pszichó! Azt a... Olyan, pszichó! Ne, srácok! Jaj! Beleültem. Nincs csomagtartója? Várjam, kiszállok akkor. Szerintem nincs. Kiszálltok ki a csomagtartója. Ez durva! Hány férőhelyes ez, fiúk? Ne sok. Ez nagyon komoly! Na, hova menjünk, srácok? Hát szerintem mi jó buliba. Hova menjünk? Lassan de, pihennem de, kell, de ez... Ott azt a lila izét megnéztük ott fenn? Mi a lila izét? Megnéztem, az ott semmi, az én fényjel. Szerintem ez nem véletlen van. Féljetek, itt egy autó, és hol a tulajdonosa? Csak így itt hagyta? Nem is zárta le semmi? Egy ilyen nagy kaliberű autót nem volt. Ez, na, van erre nem vigyázz. Van benne üzemanyag? Van benne. De le van. Bőven. Üljünk akkor benne. Akkor húzzunk el. Végül menjünk innen. Ügyeztek, üljetek be. Hány személyes ez te? Nem tudom, hány személyes. De még én is beférek. Öveljétek be magad. Aha. Azt a... Azt mi ez? Ilyen gyorsan megy? Na várjunk csak. Óvatosan. Ezt figyeld. Komi autó jó? Azt a, ez az. A fiú. Állj meg, várjál már. Ki előtt kell ki a célpontot? Mi vagy ő? Várjál. Nálam nincs kijelölve sem. Nálam sincs. Nálam sincs kijelölve. Nálam levette valaki, levette valaki. Ja, benne maradt a kocsma jelölés, bocsi. Akkor hova menj? Óvatosan, bázisra fiú. Hogyan tudom? Akkor jelöljük. Mert majd folytatjuk máskor ez, de ez az nem autó... Nem kaptuk ezt az autót szerintem. Ez szerintem ez volt a mai küldetésünk célpontja, vagy fénypontja. Lehetséges. Hát ez akkor valaki kellett, jelöljön lehet, meg egy... kellett találni ezt a kocsmát. Ez nagyon komoly. Jelöljön valaki egy bázist, aztán kihúzatjuk. Be van jelölve, verjed neki. Csomi, nem.
Kijelöltem. De ez milyen autó? Menj, ezt venni nem lehet, nem? Menj le itt bal. Várj. Láttunk egy embert, nyomjad neki. Várjál, nem akarom se. Összetörni itt. Az új autó, de biztos full páncélos. Rossz fele mész, te állat. Várjon. Ki kell húzatni valahol. Király. Nyomjad. Aztá. Ekkora kerekekkel. Ez komi, mit azt mondjátok? Ja, mit láttatok? Hát volt ott egy ilyen lila fény. Le kell térni. Jobbra, te állat. Ez ki volt? Nyugi. De le kellett mondani. Ez nem, mi lett? Ha belénk jön, akkor az repült volna. Barni, miért nem mentem? Hogyne, halljon meg a főnök. Nem halok meg sose. Egy gyerekek, ez nagyon megy. Kéne nekem is egy ilyen. Na, cset, tetszett ez a rész forgalmi? Nektek? Ez komoly volt. Biztos kapnám. Fiúk. Menjünk Nosztrához. Fiúk, még az elején, amikor a nagyfőnök vitt még a pucérfaluba, lehet, hogy van köze ehhez az autóhoz. Egyébként egyszer már mentünk valami hasonló autóval. Lehet, hogy kapcsolódik a nagyfőnökhöz, és ez a második, az aranyrevó az első, ez pedig a második tárgy. De ha elmegyünk a városból, ez el fog tűnni, lehet, nem? Dehogy fog. Nem. Elrakjuk most a garázsot, így van. Így van, fiúk, és lehet, hogy három, lehet, hogy lesz még egy valami, és ha három tárgy összeáll, az lesz a kapocs. Három a magyar igazság. Plusz egy a ráadásul. Hát a Harry Potterben is ez volt. Akkor ezek most ilyen izék? Gyűjtögetni kell. Más, erekjék! Horcruxok? Horcruxok? Meg kipróbálom. Adjad neki, főnök. Pucérfog, menjünk föl. Na jöjjön, hol van? Mennem kell a városból, Aurelio. Ja, jó, oké. Aztán kifogjuk, próbálni. Nyomozunk tovább majd. Mennem kell, csöt, mert elkések a... Tanús, micsoda egyeztetésről kinyírna. Azta, ez gomnyomásra nyílna. Na. Folytatni fogjuk, jó? Nem mindig lesz nyomozás, nem ígérjük, hogy holnap lesz. Mert Kominak is rá kell érnie. Mert ez nagyon nagy előkészületeket igényel. Hát nem, nem tudom. Egyszer biztos megtudjuk. Túltoltuk. Rátoltuk a kabátra. Még keresünk egy elixírt. Nagy tapsot Komiéknak és az admin csapatnak, ez nagyon komoly volt ez a rész. Egyszerre fétem. Nyomjátok egy lájkot, hogyha tetszett nektek. Nem. Főnök már kicsomítva. De nem tudtam kinyitni a csomagtartót. Nincs is csomagtartója szerintem. Ha. Azt lehet mindjárt jön érte a tulaj. Hát mi élünk a csomagtartóhoz? Kb. Lesz live! Holnap, hogyha... Nem kapunk jeleket, akkor kirámolhatnánk azt a jaktot, fiúk. Mit szóltok hozzá? Uh-huh. Tony, azt mondják itt a fiúk, te nagyon rá vagy állva arra a jaktra. Hát, most már nem, mert nem merek oda menni. Visszanézhető lesz, fel kell dolgoznia. Jó, hát menjél a tanfolyamra, jó? Befizesselek? Hát nem kell, keresek a 20-át. Jó, a fegyverek akkor megvannak mindenkinek, az MK2-es M4 meg az Revo, amit vettem, 100 millió ér. Igen. Jó. Van a bomb, ilyen szép színű. Tomás Szami van, ő ott meghalt. Hát... Mi van Tomásszal, fiú? Szerintem valami földön kívüli erő. Valamit ott megbirizgáltatok amúgy a fíz alatt. Valamit megbirizgáltatok. Valami olyat, miben nyújtatok, amiben nem kellett volna szerintem, hát, mert igen. Elhullottak az emberek. Csak azt hittem először, hogy éjjel haltak. Holnap már 6-kor kezdünk, jó? Ez a szláva gyerekek, mekkora falon. Júj! Jaj, te állatok, mit szaladgálsz, Hobbis? Úristen! Hobbis, nyisd a kaput! Nem tudom! Itt van Tomás. Itt a Tomás. De az autó az akkora, mint a kertem, úgy csak mondom. Tony, visszatom a fegyveret. Hát, de mekkora ez a... Köszönöm, Bódó, nem adjuk le, ide leparkolok. Szántjuk fel a kertet vele. Nem állj szép hüvet. Fel. Szokásos, így van. Hát ez nagyon komoly, fiúk. Hát belepukkantottam egy-két. Ne nyomd a zenét. És Dominik nyomja a zenét, figyeld. De ne nyomj ilyet! Milyen? Ez pixa! Ez pixa! Copyrightot kapunk! Én nyomom, te nyomod!
Én. De hát ne nyomj ilyet, mert copyrightot kapunk. Állítsd le. Te állat. Császtok. Na fiúk, sorakozó. Ki ez a koci? Megnézzétek a csomagtartót? Nincs csomagtartó. De szuszi van. Dominik, te állat. Copyrightot kapunk. Szele van fedve le, backi. Tehogy is. De nekem ott tele van fedve le. Micsoda? Mi? Én nem tudom, hogy... Van benne egy... Tom is hazudik, hát nem lehet nyitni. Ja. Én ki tudtam nyitni, de üres. Kinyitottam én is, de üres, ja. Na. Hallod? Az, hogy ez az állat. Hogyan kell levenni ezt a gázpalackot? Ez egy állat, bazd! Tényleg... Tényleg, amúgy hogy kell levenni? Hogy kell levenni? Ha főnök, leveszed a házat, azt teszed a főnökbe. Tényleg. Hú. Kiégettek, gyerekek. Na, hát ez így nem jött össze. Majd megoldjuk. Na fiúk, jó dolgoztatok már, elég érdekes volt a mai dolog. Holnap, jaj, hogyha nem lesz további nyomozás, akkor megyünk és kirámoljuk azt a jaktot. Mit szóltok hozzá? Rendben. Fegyvereket holnap Tony vesz, lesznek fegyvereink, úgyhogy az miatt nem kell aggódni. Pengétől 8 millióért tudunk M4-eket beszerezni lőszerrel együtt. Azt hiszem holnap hozza az ígért revót is, lesz pluszba egy revónk a Pengétől. Úgyhogy köszönöm fiúk, mindenkinek jó pihenést kívánok, vagy meg munkát. Szerezzetek pénzt, raboljatok ilyenek, jó? Jó, akkor nyomok egyet zenét, mit hozzá? Ne nyomjál semmit, Dominik! Jó. Majd ha elmentem. Hallod, főnök. Mondjad, Homis. Kipróbáltam a kocit. Hát de csak itt az udvarba. Hát jó, van. Nehogy ellop, mert... Fú. Homis 2 millió forint lesz. Na 2 milliárd. Megküzdősz, kipróbálom. Homis, gyere egy kicsit. Zörök. Na, sziasztok fiúk, jók legyetek. Hello. Sziasztok, puszika. Hello, kutilla. Befosok mindjárt. Ja, hú, erre a napra. Ma majdnem teleraktam a gatyámat alapból. Hú, mi ez? Párna! Azta! Jó, ide nyomok a párna mellé. Jó, kitörlöm a párnával a seggemet. Jó, hú, egy kicsit olyan lett a fal. Jajaj, hú, nagyon izgultam már ma. Muszáj volt már. Nagyon-nagyon izgultam. Ez durva volt. Hú, Homis. Homis, jaj, főhúzom gatya. Jó, nyomjad ide. Én már végeztem, főhúzom a gatyámat. Nyomtam, hú. Ne a számba! Hát ne a számba! Ha beleléptél. Ez egy állat. Srácok, lelk, visszanézhető lesz a live. Köszönjük Komiéknak, az adminnak, a szervernek, a csapatomnak. Ez egy óriási RP volt, köszönöm szépen. Köszönöm a tagoknak, köszönöm a támogatóknak, mindenkinek köszönöm. Holnap 6-tól 9-ig leszünk, srácok, lányok, és most pedig jöhetnek az e-mail címek, mivel dedikáló kártyát fogunk sorsolni. Jó? Okés. Nagyon-nagyon szuper. Jó, okés, azt nem értem. Jó. Köszönöm a moderátoroknak a segítséget. Ma meg vagytok dicsérve, teljesen jó volt a chat. Megvagytok dicsérve, úgyhogy nem lesz bevezetve a tagcheck, a tagchat. Köszönöm, kedvesek vagytok, nyomjatok egy lájkot, ha tetszett a live. Köszönöm a csapatomnak is, nagyon jó volt, nagyon ügyesek voltak, remélem ők is jó érezték magukat. Köszönjük mindenkinek, tényleg visszanézhető lesz, fel kell dolgozni a live-ot. A mai videót nézzétek meg, Instagramom nazlai0411, nézzétek meg ki a besugó az utolsó képen. Aki a dedikáló kártyát nyerte, az nem más, mint Gombos Csaba. Gratulálunk, a tagoknak meg most fogok e-mailt írni majd, jó? Live után címet kérek szépen. Remélem örültök, hogy most már nem crashelünk. Én vagyok amúgy a legboldogabb. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok megint 2800-an. Köszönök mindenkinek a támogatást. Ő is nagyon köszöni a támogatásokat. Ja, így van, így nem lehet MG-s ráncok, így van, így most így a nyomozás, ez nagyon tetszik nektek, ennek örülök. Ha Komi ráér, akkor folytatjuk majd, köszönjük neki ezt a nagyon jó RP-t, és tényleg a csapatnak is, az adminoknak is a segítséget. Nagyon-nagyon jók. Úgyhogy a szerver leírása, ott van minden a szerver a leírásban, megváltós pólókat tudtok rendelni. Úgyhogy a legjobbakat kívánom nektek, remélem, hogy tetszett a live.
kedves nézők. Homis is itt van, a drága barátunk, köszönöm, vadállat elittag, a vadállattag az Krisztián. Köszönöm mindenkinek. Úgyhogy jó pihenést, ő körülbelül remélhetőleg 11-ig feldolgozza, de az is lehet, hogy másnapra, jó? Türelmeteket kérem, reméljük nem kapunk copyrightot. Jó volt a nyomozás, jó volt, nagyon szuper volt. Úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, jó pihenést, kedves nézők, jó hétvégét, köszönöm a tagoknak, köszönöm mindenkinek, aki itt volt máma, és jó éreztük magunkat, jó éjszakát mindenkinek. Sziasztok! Hello, 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 hello! Hello, hello, hello! Sziasztok, sziasztok! Hello, hello.